Captain, we need to leave that system immediately. What is the status? The element infestation is in critical stage and the ship is under attack. It's impossible. Captain, we are running out of time. I know. Access granted. Welcome on the board, Captain. How long did I sleep? After the Ark and Genesis project has started, you and your crew put in your quiet sleep. How long? 262 years, 58 days, 7 hours, 26 minutes, and 12 seconds. Damn. Call Earth HQ. Now! Captain, Earth is gone for a long time ago. After they have launched the survival protocols, the planet fell against the Earth. Only these ships are remaining from the human race. And the Ark. It cannot be real. I'm sorry, Captain. They did it. Attention. Eliminate on multiple areas. Top systems, eliminate. Element infestation detected. Where do you want to go? Do you think you can just leave? Captain, we need to jump, and we have only one chance. The element is infecting the hyperspace engine. One future. Put that damn map on the screen, now! Pathfinder protocol has initiated. Accelerator rings has started. Dark system 4-1-8-7-2-1-4 is mapped. Visualization. 3, 2, 1. Where the hell are we? Computer, show me only the habitable planet. There is only one planet is habitable, Captain. F-3204. There is no information in the system database about the planet. Only a note. It's called Gertopia. Gertopia. Interesting. You can't hide from me! Computer, launch the hyperjump. Destination Gertopia, now! Completing hyperjump sequences. Attention, hyperjump reactors are setting up. Attention, reactors are overcharged. Event horizon. 3, 2, 1. Captain, there are millions on that ship. If we fail with that planet, it could be the end of the human race. We will not fail.
Sziasztok, srácok! Ark. Ark lesz a mai téma. Csak azért, mert tegnap megszólt Fecó a Finu live-jába, hogy mindig Minecraftot meg ilyen szarokat live-olok, és hogy az Arkot sose. És hogy hát egy kis Ark az én szemszögemből, ahogy én játszom, ahogy én szoktam játszani ezt a játékot. Az építésen túl vagyunk. Megépítettük a bázist, majd mindjárt egy kicsit körberepkedjük. Itt lesz velem a mai nap a Binyu játékostársként, illetve Fisike itt van velünk a DC-n. Úgyhogy majd meglátjuk, hogy mennyire fog megnyilvánulni, hogyha akar, úgyhogy be is köszönünk nekik. És akkor utána elkezdünk játszani. Nagy terveink vannak mára. Kéne fogjunk egy fiú Rexet. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a követést. Úgyhogy Rexet akarunk első körbe fogni Binyúval mindenféleképpen, mert múltkor, nem is tudom, a Finunak a live-jában biztos láttátok, vagy tapasztaltátok, vagy nem is tudom már, hogy az live-ban bent volt. Egy 135-ös nőstény sikerült tímelnünk. Elnézést. Úgyhogy ő neki mindenféleképpen kéne egy pasit fogni. Illetve majd mindjárt átbeszéljük itt ezt a bázis történetet, hogy hogy sikerült megépíteni, meg milyen lett, meg kívülről is megnézzük meg mindenhonnan. Meg hát ugye légivadász meghalt, úgyhogy most a második genere, már 2.0-át már itten növesszük, de úgyhogy beköszönünk a Binyújékhoz, és akkor utána majd beszélünk mindenről is. Na sziasztok, sziasztok! Én már itt elmondtam, hogy mi a tervünk, hogy kéne fogjunk egy Rexet, meg hogyha tudunk, akkor elmennénk egy barlangba kakibogárért. Azok úgy kellenének a jövőbeli terveinkhez. Úgyhogy igen, ez lenne a mai feladat. Mondtam, hogy készen lett a bázis, úgyhogy egy kicsit körbe mutogatom. Addig kraftoljál magadnak longneket, megtaláltad már a BP-t? Itt van, a Phoenixben nincsen, itt van a craftolt itembe. Itt van 5000 darab. Bőr is van, farmoltam ma egy kicsit. Konkrétan 4-szer mentem végig, 3,5 óra alatt mentem végig 4-szer a hegyeken. Ne, jaj, bocsi, nem beszéltek. Hát persze, hogy nem beszéltek, mert le van véve. Játéknak van hangja? DC-nek nincs hangja, itt mondja közben a Pinky. Bocsi. Elfelejtettem ezeket beállítani. Várjatok, hol van Discord hang? Ott van, meg a GeForce-nál meg is adunk hangot, így már jó lesz. Igen, így van. Így már jó lesz, így már hallanak titeket. A játék, jó, most már van, bocs. Halló, bello. Hol van? Ali. Na, most már hallanak. Megjöttem. Na. Nem tudtunk elbújni. Nem tudtatok elbújni, látod? Na, hát nézzük meg a bázist kívülről. Ez most egy... Köszönöm szépen a feliratkozást, poci. Úgyhogy hát nézzük meg kívülről, aztán majd utána belülről, hogy milyen lett. Nagyon-nagyon sokat szívtam az építkezéssel. Dombos volt. Elég sok nap ment bele. Ő szeretnék rád szállni, bogár. Na, azért. Na, így utazzunk bele messziről. Ez egy moduláris épület. És elméletileg ez egy létező épület a valóságban is. Így ő lett megépítve. Két szélgenerátor tudja meghajtani árammal. Így néz ki. Mert ilyen kicsi a kép. Kicsi a kép. Aha. Ó, basszus, nem állítottam át izére, Full HD-re, hanem ugye 2000 akármennyim van. Azt majd a következő live-ra átállítom, olyan keskeny. Neked nem izéd van. Kétkás. Nincs hiper szuper monitorod. És akkor azért majd átállítom. Úgyhogy így néz neki kívülről. Igen, a Bobtails talentes DLC-vel Tapsi craftolt egy csomó lámpát, meg Louis is besegített ebbe a sztoriba, úgyhogy ez nekem még nincs meg, de lebírjuk rakni, és tök jó világítanak, tök szépek.
És hát ugye így néz ki a belseje, itt van egy iszonyatos nagy belső terünk. Itt vannak a szaporítandó állataink jelenleg, itt az ankilók, argentariszok, meg ilyen alapállatok, itt folyamatosan dobálják a tojást, és akkor igazából az oviraptor összeszedi a tojásokat, onnan majd mindenki kiszedi magának, és saját ott fog tudni nevelni. Srácok, majd ezt így meg tudják oldani. Itt van középen egy keltetünk, egy paraszaúr jelzi, hogyha kikelt a tojás, ugye hogy enemi van. Ezért körben van légkondizva, reméljük, hogy működni fog. Nagyobb állatoknál is. Itt ez egy ilyen kis nevelőtér egyelőre, vagy majd valami lesz. Itt nekem most egy sárkányom és egy kis argentariszom növekedik. És hát itt van a craftingunk, szépen OCD-sen lerendezve minden. Egyelőre még nincsen nagy égetőre alapanyagunk. Jelenleg vizét is kéne ma farmolni. Nem is farmolni, tímelnünk kell legalább egy 2-3 pingvint. Az organik. Pengvint? Pengvint, hogy organik polimer farmunk legyen itthon. Úgyhogy ilyen lett a craftingunk, szépen elrendezve a páncélszekrények, szétstokizva minden. Most mondanám, hogy ahogy megszoktátok tőlem, aki már játszott velem, az tudja, hogy milyen szokott lenni egy bázis nálam. Ti meg ugye látjátok most, hogy itt minden külön pakolva, a maradék építő elemek, az armorok, a fegyverek, a nyergek, itt a blueprintek szintén szétstokizva, itt az ilyen egyéb ammók, meg ezek nem mik is, ezek az ilyen állati talentek, amiket dobálnak az állatok. Itt az alapanyagos, növényi származékok, kőszármazékok, állati, és itt ilyen craftolt itemek, mint amik már ugye egyszer megvan a craftolva, mint elektronika, cementpaszta, polimer, stb. Egy hűtősor, egy krió, illetve van egy füstölőnk, mert majd ugye el kéne kezdjünk gyártani, jelenleg a tejet tároljuk benne, de ugye el kell majd kezdjünk füstölt cuccokat gyártani a kibülökhez majd, hogyha lesz ugye az oviraptor, az gyűjti nekünk a tojást. És hát csináltunk egy kis, minden bázison fölösleges, De csináltam négy szobát, mert ugye jelenleg négyen vagyunk a tribe-ba. Ez csak ilyen fun, de hát szerintem ez lett a legjobb. Nem, ezt úgy hívják időmilliómos. Igen, amúgy. Függő. Tia school. Úgyhogy igen, itt ez ilyen lett. Ugye itt is már a bobtéles tucok itt vannak. Ugye a kis kanapék, meg a pókerasztal, meg... Itt fog összeülni mindig a kupaktanács. Mire nem lehet ráülni, mert szerintem túl közel raktam az asztalhoz. Mindegy, ez csak dísz. Mindegy. Ez csak egy dísz igazából, hogy jól nézzen ki, és akkor mindenkinek van egy, ugyanúgy néz ki minden szoba, ugyanúgy van berendezve, három ágy, biofridge, egy szekrény, hotel, egy budi zuhanyzóval, úgyhogy ez ennyi. Lényeg, budi zuhanyzó. Budi zuhanyzóval az a lényeg az árkban, igen. Ez csak azért, hogy legyen, na. És ugye elmetek, hogyha nagyon sokszor barlangászni fogunk, akkor ugye itt az artefaktokat itt fogjuk fönngyűjteni ezen a galérián, ez a Finunak az ötlete volt. Ő elkezdte, én befejeztem, úgyhogy ez így néz ki, bár mondjuk még egy módosítás biztos, hogy lesz rajta, mert rohadtul vegesít, hogy alulról lehet látni, mert ugye itt is, hogyha megnézitek, bár elég szarul lehet látni, mert sötét van. Itt nem távcsövekén, hanem mondjuk egy fáklyával, azzal se látszik pont. De az a lényeg, hogy dupla mennyezet van, hogy alulról se látod a dolgokat, csak a követ, meg fölülről is csak azt látod. És közben levívták a liftet. Igen, erre nem gondoltam, igen, direkt. Hogy ezt hogy fogjuk megoldani, de hát leugrunk, azt ennyi. Bemegyek, becsukom az ajtót. Puska lámpája meg tudja világítani? Lehet, mindegy, mostan... annyira. Majd, hogyha világos lesz, fölnézünk. De az a lényeg, hogy dupla réteg mennyezet van, egy félfallal, hogy kívülről, belülről is szép legyen, és ugye nem így látod az alját. Ez itt rohadtul idegesít. De ugye úgy van megépítve a bázis, hogy ott van még egy félfal fönt, végig körbe, úgyhogy lehet, hogy ez is így el lesz rejtve, hogy ne látszódjon. De ezt majd akkor, hogyha megint építkezni akarok. De most nem akarok, mert ez 3 vagy 4 nap belement ebbe az építkezésbe, úgyhogy most elég volt. Most játszani szeretnénk egy picit. Ugye a mai nap folyamán díleltem valakivel egy longneck BP-t, nem a legacélosabb, de legalább van. És nem került egy talicska alapanyagba legyártása.
mert valami 1000 fénybe kerül, meg valamennyi bőrbe, meg fába, úgyhogy teljesen vállalható. 700 fa, 400 bőr, meg 800. Igazából egy teljesen vállalható, és viszonylag erős, hogy ezzel tudunk tímelni. Ezért tudsz craftolni? Mit? Altató lőszert. Hát mire menjünk, nálam van 51. Hát Rexre fogunk menni, meg igazából mindenre is kéne menjünk, mert ugye itt, mivel hogy itt mindig folyamatosan spónolnak itt a külső részen a terézinók, meg a trájkok, meg minden, én arra gondoltam, hogy ide jó lenne egy pár darab allót betímelni, és akkor itt elengedni őket agresszíven, kirakunk egy passzív állatot, arra ráfütyüljük, és akkor ők itt igazából folyamatosan farmolnának, úgyhogy nem lenne rossz meg egy pár allót is fogni. Hát ilyen kis házkörnyéki haszonállatokat kéne ma tímelgessünk. A tető az úgy, hát úgy lett megcsinálva a tető, hogy most lehet azt mondjátok, hogy visszaéltem az admin hatalmammal, de bekapcsoltam a collision-t, hogy összesnappeljenek, hogy egymásba tudjam snappeltetni a dolgokat. Úgyhogy most az így be lett kapcsolva, hogy így össze lehessen rakosgatni, ne legyenek likak-lukak. Úgyhogy így bírtuk megoldani. Hogyha valaki nem egy kádárkockát épít, hanem tényleg egy ilyen hasonló szép épületet, és hasonló problémája van és jelzi felém ezt a szerveren, akkor egy napra én is neki is hajlandó vagyok bekapcsolni a collision-t. Ugye a mai nap be van kapcsolva, de holnapi reggel ez ki lesz kapcsolva, hogy nem lehet újra egymásba bugoltatni a dolgokat. Most jelenleg ugye ez azt jelenti a collision, hogy értsétek, gyorsan megmutatom, hogy aki nem rutinos ebbe a sztoriba, keressünk egy sima ceilinget, egy üveget azzal, ne üveget, azt ne csesszük el, az elég drága, itt kelleni is fog. Ez mi? Ez egy stone ceiling és hatch frame. De az a lényeg, hogy de alap esetben csak oda tudod rakni a hatchframe-et, meg mindent, ahova lehet. Ugye egyet így ide raksz, egyet így. Például, hogyha nincs kikapcsolva, akkor vagyis hogyha ki van kapcsolva a collision, ilyet nem tudnál csinálni. De az a lényeg, hogy így egymásba érhetnek a dolgok. Alap esetben ezt nem engedi a játék. Most tényleg csak a saját hülyeségem véget lett ez így bekapcsolva, de ez csak a mai napra. Úgyhogy igen, úgyhogy lehet mondani, hogy visszaéltem admin hatalmammal, nyugodtan mondják, akik mondani akarják, de ez most ez egy ilyen sztori. Igen, ezt máshogy nem bírtam volna megoldani, úgyhogy ez tényleg csak így tudott szép lenni. De hogyha valakinek igénye van rá, folyamatosan nem lesz bekapcsolva, mert akkor aztán itt a barlangok, meg minden tele lenne építve. Úgyhogy pont azért nincsen ez engedélyezve. Úgyhogy ezért van kikapcsolva, de hogyha valakinek úgymond szüksége van rá, akkor be fogjuk kapcsolni egy-két órára, vagy akár egy napra. Te nem rakod ki a sárkányodat, Binyu? Most felhozok vasat, meg metál. Vasat? Igen, mert hát azt mondta, gyártsuk izét. Mit? Dárcot. Ja, igen. Az meg kéne pesztoly, tőtény. Jaj, dobálni kell. Segítsek dobálni? Na, megoldom. Valami rongyot is kéne most már magunkra applikálni valami. Egyébként nekem ilyen színesek vannak, amiket találtunk. De jó lenne droppozgatni. Mondjuk egy alapnadrág van rajtam. Bűr. De ja. Hát megvannak a korlátai, így van, de nem véletlenül vannak, ugye főleg közösségi szerveren. A single beállításoknál nincs ezzel gond, mert hogyha meg is van a korlát, az azért van meg, hogy ne tudjál egybe bugoltatni dolgokat. Ez nem kéri a tejet még. Viszonylag sok kajája van. Visszarakom a hűtőbe, mert ott nem romlik olyan gyorsan, mint a sárkányba. Csak most sárkányozott fent van a fenti krióba? Nem, jól? Itt vannak lent, majd szét kell stokizni a saját állataitokat. Ami a tietek, azt majd összeszedetek. Bár most a te Argentadisodat befogtam Breednek. Szia, hiszt is! Outettem. Baby point, de ez vajon ki? Ja, itt van.
Remélem légivadász lassan életbe marad. Ugye csináljuk, hogy az én sárkányom az hát 49 perc múlva kért törődést. Én meg most kérek törődést, mert ilyen akar halni a karakterem. Amúgy elég hangos a játék. Adjak rá hangot, vagy jó így? Dologolok egy fél perc alatt. No. Én addig elmegyek, szétnézek. Keressél Rexet. Keresek Rexet, csak... most... kint hagytam a... dögöt. A terinatógád a rózsaszín, ugye? Mert én abban szaladgálok amúgy. Igen. Igen. Hát azt húztas, hogy... Nyilván. Nyilván szín alapján. Igen, fisikül, igen. Még az életem. Picivel mehet fentebb a hang, jó. Akkor adunk rá egy kis hangot. Azt mondja, Audio Master Volume, akkor ezt ilyen OCD-sen nem is értem, miért 16-on van, így belőjük 25. Hát ez 16, ne? Ugye? 16. 20, 25, 30, hát tudom, hogy miért, 16. Tudom miért van 16-on, mert mikor próbálgattuk a izét, a zongorát. Ja. Akkor hangos volt a zene. Hát olyan 40 perc, az meglátjuk. Igazából szerintem az lesz, hogy ha találok egy rexet, másnap kialtatom, és akkor majd én visszamegyek a bázisra törődést adni a sárkánynak. Vinyu meg eljön a rexre figyelni. Hogyha itten útközben találnák valamit. Megnézzük elsőnek itt a Havas szigeten, itt szoktak lenni. Igazából van a törődésre egy minimális timer, amit enged a játék, hogy ne legyen belőle gebasz. Gomiz, Rexre vadászt? Hát most eljövök erre a izéfele, a Havas irányába. Szokott van ez a kis benyúló sziget itt a... Jajjaj, azt beszokták építeni. Havasra, én nem szoktam beépíteni. Na, hol vedem be? Építgették. A baj nincs. Lehet meg kéne öldökölnöm az állatokat. Sok hülye ankiló, de mondjuk az nem large állat. Ahogy ez miattatok nem spónol. Várj, én akartam hallókat. Hallod? Nem akarsz repülni? Én? Na. Nézzük csak ezeket az hallókat, hogy mik ezek itt. Keményen egy 20-asunk, egy 15-ösünk, meg egy... még egy 20-asunk. Még ezek pont arra jók lennének, hogy ottan tisztogassák a terepet. Hát az annyi. Megkapják a pack boostot, mind a hármat kilövöm. Hello van. Jaj, megyek meg közben gyártok lőszert. Gunpowder, elfogyott a gunpowder. Még ilyet. Elméletek kellene ilyen szénnek, biztos, hogy van, csak... Van gunpowder, csak nem ott, ahol lennie kell. Nem a smithyben van a gunpowder. Jó, az a rinatóga, csak nem olyan pontosan lehet róla célozgatni. Biztos nem jó a portod itt sem. Micsoda, nem jó. Biztos nem jó a port. Fogják egy spinót is. Jó van.
Dallóknak ez a buzisága, hogy körbe-körbe mászkálnak, amúgy ez valami kész káosz. Az a baj, nem tudom melyiket lövöm, mind a hármat elkezdtem tímálni. Most kettő egyforma színű van. Mi aludnák a helyetekben? Hát mekkorák vagytok? 15-ösök, azt ilyen nehezen bírtok ki aludni. Biztos oda voltok bulizni az iccek, az bírják. Bírják a bulit. Na most ezt a zöld hátút valami visszálltam. Gyertek ide. Azt nem tudom, hogy kilövöm az egyiket, megeszi a másik kettő. Azt, amíg basztatod, addig nem. Jobban jártam volna becsapdázom mind a hármat. Jó. Ja. Csináljuk azt, hogy elég tankos ez a rinatóga. Nyereg is jó is van rajta. Mondjuk ezek a dögök véreztetnek. Egy alszik. Gyertek arrébb. Mondjuk a... De hülye vagyok, ez nem az a játék. Többen nincs Harpoon Launcher. Mennyivel egyszerűbb lenne az életem vele. Most nálad van darc? Az van nálam egy jó pár darab. Akkor jó, mert már van 160, hát akkor nem gyártok többet. Gyártogathatsz, mert azért eszik ezek az dögök, főleg, hogy egy csomót mellé lövöldözök. Hát de na, hát erről nem volt szó, hogy mellé is lövöldöző. Hát jó van. Főleg, hogy be se adja, mert ezt most konkrétan teli belőttem a gyökeret. Be tudnak állni ez alá a bogár alá, ennek meg akkora forduló köre, mint egy izének csőrösi fának, bazd meg. Kis szintű szarokba ennyi izért lőszed bele pazarékolni. Kell a húsfarm automatikusan. Az is alszik. Itt már mindenki. Van csak ez a piroska van, gyere csak. Azt szépen elnisszelte László. Herr László. Ja, ez is alszik. Hús van-e nálam? Vősz, igen, 27 darab. Hibátlan. Három darabra?
az jó lesz. Darkulcsa hoztam. Kap 13-at. Majd szedünk még itt húst. Valahol ide döglött, nem? Igen, kis szintűek, de ugye mivel falkában voltak, ugye kapták a falka boostot. Igaz. Az is akartam direkt így, hogy egy falkát betímelni. A nagy szintű falkával szarul jártam volna. Az nagyon sokat elvitt volna. És egy kis prime husi. Kapnak prime meat-et. Hogy fognak még örülni? Kirakunk oda a ház elé, valahova befalazunk egy izét. Valami állatot, amit főbírunk nyergezni. Nem is tudom mit, valamit. Aha, fázik a karakterem. Prime-től azért kapják a izét. 50%-ot föl is ugrott nekik. Ha van jó nyílpuska BP, az néha jobb, mint a hosszú nyakú, ha éppen... igen, amúgy van egy jó kampánból BP-nk, csak az meg akkorát damol, hogy... Mert sokkal gyorsabb amúgy. Én azért szeretem a kampánból, csak az ilyen kis szintűeket le is öltem volna vele. Úgyhogy az inkább a nagy szintű állatokhoz jó. Azzal effektívebb lenne. Mindegy, jó volt ez így, most 140 lőszer volt nálam, most van még 102, és igazából 3 állatot fektettünk ki. 43 lőszerből, úgyhogy igazából ez teljesen jó. Állatonként számolunk egy olyan 18-at, az nem olyan rossz. Mit kaptak? Micsoda? Annyit kaptak? Hát 145 lőszerem volt, ha jól emlékszem. Most van 102. És 3 állatot fektettem ki. Ilyen 43 lőszerre 3 állat, az nem olyan rossz. Nem modoljuk a szerver. Tudom, hogy vannak ilyen modok, de nem akarok ilyen modokat, Pinky. Isten ments, hogy modoljunk. Örülök, hogy megszabadultam a modoktól. Így is van bent egy Gigantoraptor, aminek nem igazán örülök, meg egy inkubátor, bár én ezt nem is használom. A Gigantoraptort is csak azért az egyért raktam be, mert ugye azt tudom, hogy wildcardos mod, és elméletileg a wildcard be is akarja integrálni a játékba, de lehet, hogy csak így fogja tudni megoldani, hogy... Na, meg is lett. Gyere, kapsz egy kriót. Ez gyönyörű 22-es, sokra megyünk veled, hallod. Na mindegy, majd ott el leszel. Na, majd el lesz. Elszaladgál itt. Legalább kriót vitte? Hoztam. Nem indulok el krió nélkül. Igen, amúgy van a Gigantoraptor az annyiból... Érdekel engem az állat, persze, hogy rám jött gaznak, hülye Argentaris. Gigantoraptornak ugye az az ability-e, hogyha törődést kér egy állat,
és nincs például olyanod, amit kér, akkor meg tudod változtatni vele. Ugye ő azt tudja. Akkor a gigantor vagy gigantoraptorokat, mi az isteneket már viszem is, Binyu. Na majd ide visszanézzünk, hát ha jön egy Rex, csak mondjuk ki is nappalodhatna. Azt mondja, 3 óra 14 van jelenleg a serverem. Micsoda, hogy kettő és felem már össze tudunk dolgozni. Kettő és felem vannak egy tribe-ba. Jó. Ott a Spino. Ott a Spino Pinky, csak azt már befogták. Ilyen állat kéne, amire föl tudunk ülni és kint tudjuk hagyni. Az mi kéne arra, egy Carbonemis. Az jó tankos. Only HP-ra húzzuk, ő el lesz ott egyedül. Ki kell baszni mamutot. Mamutot, a mamut azzal fát szedünk. Hát fogunk még egyet, azt kicsapjuk. Azért a mamutot köszi, azt elég érdekes és nehéz tímelni, mert gyorsan megy a torporja. De viszont van HP. Hát a Carbonemis az... HP-ra. Carbonemis is jó. Van. Ha már fogunk hát, el... Hát azt fogunk találni. Carbonemis, az a teknős parton van annyi, mint a szemét. Hát jó. De hát abból sem ilyen ötös szintűt kéne. Hát abból nem. Murko szargált itt egy 8-as szintű. Hát egy 8-as szintűt nem. De mondjuk még egy trike is megfelelne, és... Hát, is. Én még abból sem láttam nagyot. Na de hát majd. Itt van egy Carbonemis, nézd csak. Itt van a bázis nem. Előtt. Házhoz jött, csak hány a szintű, ugye lecsekkolom. Hatos. Na, van kölyke is. 50-es. Na, akkor... Na. Az teljesen jó. Kap egy nyerget. Nek a lábát kell lőni. Te meg gyepálod? Én már lövöm. Ugye tényleg amúgy Stegunk is van egy. Ez is elég tankos. Van is bent a krióba egy... Egy kicsinek fogtam be itt. Hát Carbonemisünk már alszik is. Nem tudom hányos a Stegunk ami van. Megnézed Binyu. Köze van Pinkinek. Ilyen pont ilyen... Föláldozható mamut, mamutot az fagyűjtésre, meg az nagyon nagy állat. Annál jobb, tekintélyes. Az oké, okay, csak... De mi most rá, ezt ide ki akarod tenni, van üzéket, meg ráfütyülni? Aha. Szedjék a húst. Ja! Ez csak annyi, az ilyen izének kell. Hogy ne menjenek, úgymond, ne menjenek el. Beállítjuk a Fall of Range-et izére, alacsonyra. 125-ös. Aha. Azt only HP-ra ki kell húzni, rábaszunk egy nyerget, aztán akkor azt lehet, hogy itt... Nem tudom, kilódjak ezzel a karbonem vissza. Na most már üsd anya hozba, kitintáz rám belőle. Hát, voltával üthetem. Gyere be láncfűrészi. Az volt a terv, láncfűrészsel fogom megölni sárkányon, mikor kér törődést. Még van neki 20 perc az előbb, akkor most vagy 17 körül van. Hol van a eszközökben van a láncfűrész? Weapons. Kéne gazolin, az meg hol van? Gasoline az van? Mi láttam gasolinét? Láttam. Van még... Na ez egy Craftworld. Ja. Craftworldban van. Én meguntam a mamuttal való farmolást. Tök milyen genyó vagyok. Kialtattam a izét, azt most megölöm láncossa. Ennyi.
szükségtörvényben. És a kicsivel mi lesz? Hát azt utána meg úgymond el tudod, örökbe tudod fogadni. Tudom, hogy hagyod meg valami szegény. Valahogy 80 darab, 80 darab izét. Hagyod meghalni, szegény. Nem, megölöm én. Egy kis comus. Valahogy mennyi HP-ja van? Szép. Hát itt most már mindennek ez lesz a sorsa, ami ide jön. Már izé van, ez a mi területünk. Itt megérkezett az ember, és pusztítja a faunát egyből. Viszont ezt a rengeteg izét, ezt hol a főnixünk? Gyere csak, süsd a húsit. Ezt a főnixet lehet oda kéne vigyem a izére, mi? Előre. Tehát ki a főnixet, az fütyülj arra. Ja, arra kifütyülünk mindent. Finul meg magához nyug. Ezt oda viszem a craftingba a főnixet. Az a csüsse a húst. A hülyén fog itt kinézni egy állat. Valahogy ide a sarokba berakom. A hűtő mellé, ott meg biofridzsek vannak. Úgyis itt szana szét lesznek az állatok, nem sokáig lesz itt rend. Annyi, hogy a főnixnek majd szulfurére azért híve, hova át kell menni. Elnézést, itt vagyok, csak pontos kérdést tettek föl nekem. Azt mondja, hogy van stegónk, annak kéne valami nyereg. Akarok ebbe. Na, hogy a stegónk egy nyerni? Az etetőbe? Akár ott is. Nem tudom. És belenéztem, nem tudom az, etető, vagy, belenéztem az etetőbe, és így vakartam a fejemet, hogy mi a szart akarok itt. Megnézted, hogy van a hús. Azt meg. De aztán rájöttem, hogy ami nálam volt hús, azt akartam berakni. Allónyergeket is kéne gyártani. Ja, ugye, bogyókat akartam berakni az etetőbe. Na. Kell három allónyereg, meg meg egy stegó. Nem sta, hanem stegó. Meg alló. Azt melyikhez mi kell? De várja, nincsenek nekünk ilyeneink. Legyártottba. Nincs itt valaki dobálva. Vannak a szadlék. Itt semmi, ez mi? Araneo. Terrorbird. Guanaudon. Rayerbird. Tylacoleo. Ticolo, Ticalo, vagy hogy ezt szokták mondani. Tylacoleo. No. Egyet tudok, mi lesz a gyenge? Metálingot. Te fölgireltél? Mindent. Így lassan majd mehetünk, akkor nagy üzemberekszet keresni meg ilyenek.
Ja, megint mesztelen Binyu, hát ez hihetetlen. Binyu az mindig mesztelenkedik. Ennyi, ez... A gyengék fegyver a ruha. Állandóan bugyogóban van. A ruha az bugyis. Annyi sűrműkszer. Ennyi. Csak a bugyi. Az igazi ősárkosnak nem kell ruha. Egy pendelybe. Szia gyógyegér. Csücső. Azt mondja, stegó, stegó, stegó. Van-e? Láncfűrészt én azért visszarakom, mert hajlamos leszek elveszíteni. Azért is meg kéne szednünk szilket a másik térképen. Shield? Shieldket, igen. Nem volna rossz. Stegó. Na. Sárkánykoma. Van 2 perc. Az mondjuk jó néz ki ez a sárkány, csak kár, hogy kis szintű. Mi? Hát az a méreg sárkány. Ja. Ja igen, hát ez valami 65-ös. Kurva jól néz ki amúgy a izés... ...színe. Be kéne csapozni itt a környéket. Lehet, hogy kéne gyártani kantint. Na azt mondja, itten lesz egy automata husi farmunk. Kiraktad? Most rakom ki. Azt nézem, hogy mi lehet ennek a közepe. Ez. Ez egy olyan gyors állat ez a stegó. Hogy van, melyik módban? Így, így ebben a módban a legerősebb, ugye? Igen. Amikor így szétizél. Nem, így, így van shieldbe. Van 43 hát szint van. Akkor nyíljanak a tüskék. De nem az, hogy kinyíljanak a tüskéi, az a lényeg, hogy ő tankos legyen. Hát ezt az úgy csak egy helybe fognak ráállni. Hát, hát jó, csak hogyha valaki rámegy. Tehát közelébe nem fog jutni. Kéne szedni egy kis bogyót vele. Várjál, hogy van? Az váltani kell. Így, így fog bogyót szedni. Gyorsan itten. Van elég neki ennyi kaja. Végén túlságosan jól lakik. És akkor te szigorúan... passzív leszel. Vagy két egyforma van, így nem jó, nincsen pack leader. Nem hármat fogta? Hármat fogtam, de abból 2 egyforma szintű. Ja, ja, ja. Nem a legacélosabbak ezek. Egy szinten kevesebbet kell adni, és akkor az lesz a pack leader, az a vörös. Ő lesz a főnök, a vörös. Igen.
Akkor attack your target helyett, őt izére kell beállítani, natural, nem, agresszív. Nem, fel kell venni a range-it. Na, mennek is. Is. Baj, legalább kapnak egy kis szintet. Hú, de várjál, nem fütyültem őket össze. Hát de most már hagyja. Kedni fognak, de... Azok itt így, igen. Várjál, csak szerintem fütyülök most egy passzívot, mert úgyis minden passzív a bázison. Mert arra kell odafigyelni, hogy nem szabad most már izéket fütyülészni, ilyen passzívot, meg ilyeneket. Igen, az jó, az is jó. Olyan kicsire vetted Lovrestre? Én nem hozzájuk, hogy nyugodtam. Fel kell venni a range-üket, azt... Majd basszanak ott. Mondjuk az a 3-as slow range az jó. Azt mondja, hogy... mindjárt beállítom őket. Azt mondja, hogy passzív helyett agresszív. Most mi? Igen. Te is legyél agresszív. Piroska, te is legyél agresszív. Körülbelül csak egy hibahóba ki kell szedni a húsit, azt ennyi, meg szintet adni nekik, csak damage. Meg is halnak, hagy halljanak. De te HP-t adtál nekik, vagy mi? Nem. Kicsit, én nem adtam. Nem, ennyire lement a HP-jük. Hát, lehet, hogy ezekből újítanunk kell majd. Majd erősödnek. Majd megerősödnek valamikor. Szükségtörvény volt. Ennyi, jó van. Fiúk, ha jön valaki, nyírjátok ki. Ez a feladat. Mindjárt halnak is. Persze, Pinky, egyből olyan negatív vagy. Szavasz, fecó! Remélem látod a stream címét. Amúgy. Csak miatt a Dark Arkot streamelek. Na, hogy állunk? Mennyi neked a kajád? 900. Még nem kő neki. De úgyis lejjet fog kérni. Általában. Vadász. Vadász az miért indult meg amúgy? Nem, az nem passzív, az sem volt passzív. Az nem volt passzív. Itt a bébik is megindulnak amúgy, itt megy a harc keményen. Na, viszont 98 altatón maradt a teknősözés véget. Ott van benne, van jó. Benne dárc. Ez az automata húsfarmunk, azt megoldottuk. Na már mennek már. Már mennek. Már valamit megint már darál. Megint. Már darálnak megint valamit, ennyi. Kit darálnak. Öcsé! Na? Azt a milyen lok volt. Na, azt néztem, hogy mondom. Nem van. Hát ezek itt dolgoznak. Végezni fogják ők itt a dolgokat. Mindig ilyenkor meg kell nézni, szintet adni nekik. Mennek mindjárt megint, Trike-ra. Hát ahogy közelére, figyelj, már hozott nekünk egy csákányt is a fiú. Még nyílvesszőt. Az jó a nyílvessző, az érték. Kell a nyílvessző. Az érték lesz. De amúgy lehet elementbe is játszani, meg ilyenek, úgyhogy itt persze.
Akármit be lehet dobni. Nem csak kéveszünk. De aki beül elsők az asztalhoz, azt tudja beállítani, hogy mi legyen a úgymond a fizetőeszköz. Meg csákányba fogunk játszani. Megvárjuk a sárkányomat, vagy hogy legyen? Hát nekem mindegy, ebből annak még van 900 kaja, az elsz egy darabig. Ezért nézem, hogy 13 perc múlva kér törődés, és 13 percig afkoljunk, az hülyeség. Argentarisban van kaja? Baj, viszont már csak 100 darab van benne, úgyhogy ebben én rakok még. Meg a végén itt éhen döglik. Bezorul. Úgy, 300 az így már jó. Ezért lehet, hogy én kraftolok kulacsokat, mit szólsz hozzá? Felülöm. Még egy van, nem? Amit láttam volna valahogy. Izénk volt üvegünk. Hűtőben. Mi kell ehhez? Akkor kulacshoz. Cementpaszta, polimer, metálingot, ezek mind vannak. Várjál, valahogy ki lehet pingelni a izét. Ezt most megnézem már, hogy hogy lehet. Kulacs, jobb klik, track. Aha! Látom, hogy mit kell hozzá összeszedni. Polimer, két kulacsot kraftolok, Binu. Metálingot, kettő darab. 20 polimer. Várjál, ne a hard polimert használjuk el, hanem a izét inkább. Szervest. Hol van a szerves polimerünk? Az állati alapanyagosba. Csigát is kéne tímeljünk. Jó. Igen. Mert mondjuk az meg kéne süti. Az kéne a kert. Ahhoz meg kéne fognunk egy dongót. Igen. Darazsot. Na hát azt ma nem. Ahhoz meg kéne átszorul, meg az a bélfaszom, az a rovarietó krém, vagy mi. Igen. Hát azzal még úgy nem is lenne baj. Igazándiból. A rovarriasztó krémmel. Itt a türelemmel lenne baj. Még ezért, ha mi sennyi van úgy, hamar befogtuk Evolveden, hogy most itt mit csinál, azt nem tudom. Hát Evolveden más. Azért mondom, hogy most itt mi, azt nem tudom, hogy itt. Minden hivatósabb. Dobbi nagyon sokat küzdött vele. Vegyék egy kantinta izébe, Csabbo. Oda nézünk. Van is van tőt? Azt. Mennek. Mennek a vadak. Már megint mennek valamire. Már megint. Mennek a vadak. Ennyi nem csak semmi. Nézzük az ankilókat, hogy verekszenek. A nadrágomat azt le kéne cserélni, meg a cipőmet is. Jó lenne találni valami jobb izéket. Mi legyen? Várjuk meg a sárkányt. 10 percet. Most vagy megvárod, igen, vagy elkriózod. Hát most... Nem szerintem megvárom a sárkányt 10 perc, addig ilyen afkolunk, meg beszélgetünk, meg mit tudom én. Átbeszéljük a történéseket, mm-hmm. Igen. Lehet, hogy kraftolni kéne még lőszert. Az a baj, mert nincsen gunpower, ahhoz meg kéne az a szikropor. De szikropor tudunk. Kény... Hát igen, csak azon menni kéne követ szedni. Ó, már megint. Igen. Meg flintet is. Úgy. Nem akarok már farmolni. Jó van. Eltört a fákjám. Isten. 8 flint, 8 fa és 8 kő. Ebbe csődbe fogok menni. Ezért nem szabad elcraftolni a követ meg a izét. Meg tudjam javítani a izét. Repair. Még egy izét azért azt lehet, hogy nem lenne rossz
hírelek akkor egyet. Sapkám is nem sokára eltűnik. Mindjárt megnézem, milyen cipőink vannak, ilyen találtak. Kukázott cipők. Van? Uha. Azt mondja, hogy cipő. Van itt egy 66-os cipő. Kitin. Nagrág viszont nincs. Meg kéne javítani, hogy nincs hozzá szilk. Blueprintben van a drágunk. Valamilyen van. Csak. 19-es szövet nadrág. 390 fiber. Megnézzük, milyen lesz. Bár mondjuk... Ezért... Ugye el kéne menjünk a... pingvinekért. De lehet, hogy ez kevés lesz. Hát igen. De figyelj, cold resistance a 23-as. Attól bár mondjuk te neked van 140-es izét. Igen, én mondjuk viszonylag 140-es fortival el leszek lehet. Majd el kéne menni egy kicsit barlangoskodni. Mert ott, ahol a finújék tegnap voltak, abba a barlangba bemehetünk a kibogárért. Ott az még jó is lehet. Kulát kell, akkor viszont gyűjtsünk. Igen, ahhoz mindig kéne kulát. És akkor ahhoz még ráadásul Rex kula kéne, mert... Hogy tovább belá. Vagy a faszolónak a kulája. Persze most egyik állat se akar kulázni. Várjál, hogyha tudunk nekik HP-re adni. Ó, hát hogy ne tudnánk. Nem tudom, mennyi HP kéne ennek a faszolóknak. Adunk nekik egy 10.000 HP-t. Na, szarják. Hát én értem, hogy sima kakibogár, csak kakibogarat akarunk fogni, Pinky. Ott a Rex most szart én nagyot. Egy kulát. A trájk is, odani. Hopp, ott van még egy trájkula. Akkor lehet, hogy az első küldünk az a kakibogár lesz, hogy ne romoljon meg a... Rex, most ezt hova tetted? Tojást adtál? Hát nem mindegy, hogy tojás vagy kula. A fassa úr meg ez nem akart szarni. Hiába adta neki HP-ra. Figyelj, két nagy trájkulám van. Semmi gond, Pinky. Most nem tudom, hogy ennek majd utána nézek, hogy az oviraptort mire érdemes húzni, de azt hiszem, hogyha damage-en van, akkor nagyobb lesz a range, amit... Te elvetted innen a breed madarat? Ja, mert nem karikáztam egy karikát. De majd jövök vissza. Majd ott még be kell csúgni az ajtót. Ott a paraszaur is kulázott egyet. Kaki gyűjtő akció. Kula gyűjtésben vagyunk, basszus. Itt is van kula. Hol? Van kiló kula. Van kiló kula? Hogy kúszik a kula után? Kúszik a fugák közt a kula után. Várjál, tartósítós van, hogy megromoljon a szar. Tovább áll el? Nem. Nem hinném. Nem. Mindegy, a izének viszont berakom a sárkánytejnek, hogy... Még 5 perc a sárkány. Igen. 6 óra 43 percet bíznak ki a sárkánytejek. Különleges volt két állat, két izét ki, hogy pihentessek két sárkányt. Ugye, hogy két bogár, mondjuk, amúgy itt azt tudtad, hogy a bogárba nem kell belerakni, te automatikusan összeszedi a bogár. Rakja a saját inventoriába, ami a range-jében van. Igen. Aha. Nem úgy, mint az Evo. Nem, nem. Akkor megyünk kulás bogarat fogni. Igen. Az kell, hogy 2-3.
Hát, iddel elég lesz egy is, hogy, és nem tudom, mert az elején nagyon OP-k voltak, szóval eszméletlen, hogy mit termeltek. Jó, kettő volt, és nem tudtam elrakni annyi ízét. Járónak a csatilló. Hagyjam. Nem csak a kakibogár hasznos Pinki, hanem az Oviraptor is. Mert most már nem, most csak már. A, nem csak a ízét szedi össze, a sima tojást, hanem már a fertilizedet is. Ezek az újítások, ezek jók, hogy bejöttek az asába. Ezeket szeressük. Még 3 perc. Most tudom, milyen állattal kéne menni oda repülni. Sok választásunk nincs. Igen, van egy limantriám. Kaptam a lujjéktől egy limantriát, igen. Én nekem ilyenjeim vannak ám. Sütök húst a főnixbe. Megbedugta itt a fejét. Te nézette. Mikor lesz olyan állat, ami magukat is ültet? Nem kéne, hogy ültes, és elég lenne csak leszüretelni. Bár mondjuk újra kell ültetni az izéket, akkor igen. Nagyon jól néz ki ez a sárkány amúgy. Zöld. És nőstény, ez már jó lesz tovább szaporításra. Vakoncszerű valami, mint a Rorred, csak kisebb. Igen, mondjuk lehetne. Adnám én is. Nem lenne rossz. Légi van, az 2.0. Hát az első megdöglött. Tudod, mennyi lesz így? 2.0. Az a 2.0-es verzió. Az első az meghalt. Békeporaira. Tényleg... Sírkövet azt lehet csinálni? Hogy hívják a sírkövet? Csinálok minden állatomnak egy ilyen izét. Ajjaj, ajjaj, hamar teli lesz, halljuk. Itt van. Kóborsó. Itt van a Gravesz Gravestone. Kitanulom, és akkor szó magamnál tudom legyártani. Igen. És aztán erre föl lehet írni az állatnak a nevét. 70 kő meg izét szelentpaszta. Annyit megérdemel az én. Légi vadász, ő vele építettem föl a bázist. Nem baj. Fiókáját tovább hozta. Hol van? Nem, az az egyeske volt az apja. Az volt az első. Igen? Persze. Első ezen a néven, vagy mit? Nem, nem, az a tapsié, az első ezen a néven. Tapsié volt. Nem, az a tapsinak a madara, és az egyeske, az volt az első Argentalisunk, amit befogtunk a finuba. Jó. Erre hova tegyük a sírt? Na, úgy kell nézni, hogy több is lesz, tehát... Igen, valószínű. Hát majd áthelyezzük. Valóban csinálunk egy temetőt az állatainknak. Tedd ide a szíjadokba, hagyd repüljön ide. Le kell szedni majd a bogarakat. Bogarakat, bokrokat. Légi vadász 1.1, 1.0. Hát, ne mi? Légivadász 1.0, á, és nem jó kockát ír. Fehér. Fehér. Kockát ír az ékezetek helyett, na mindegy. Igen. Az első ezen a néven az a tapsinak a madara. Törődést kér a sárkánybinyú. Már ott vagyunk, igen, már letelt a 2 perc. Mit kérsz?
Sétálni akarsz? De jó. Akkor gyere. Szerintem vett kisebbre a range-et, nem? Bár mondjuk itt mehet. Lehet szaladgálni. Addig kell sétálni. Beadta. Iráig. 63%? Az teljesen hibátlan. Két törődésben megvan egy sárkány. Gyere vissza. Azt hittem tejet fog kérni. Jó, rövid kisire veszem a követést. Trónok harca őrületben vagy amúgy, Pinky? Akkor viszont én lehet, hogy berakok az inventoriába egy tejet. Meg is etetem vele. Nehogy itten baj legyen, míg oda vagyunk. Ok, nem te. Pierre-nek hogy van a kajája? Nem kell neki tej? 800-900, hát tegyél bele egyet. Hozok még egyet. Legyen bennük, nehogy ilyen dögöljenek, úgyis tönkre megy a tej. Hát akkor meg bele kell rakni, most teljesen mindegy. De a hűtőbe tovább beláll. 6 órát vagy... Hát mennyi, 8 óra? 9 órát áll el a hűtőbe. Az állatban meg csak egyet. De meg kell vele etetni aztán. Majd megyünk még tejér. Ilyen, de 2000-re főtolta izéjét, kajáját. Igen, 2017. Azért. Azzal így el lesz egy darabig. Ez még 1 óra 45, persze 4-8, pont 8 órán. Jó. Tudjuk, hogy csak visszajönk, vagy meghalunk. Vagy meghalunk rakásra. Ennyi. Valami lesz. Megkeressük azt a barlangot. Na, én veszek ki húst Phoenixből. Ez van. Valami fegyvert viszont kéne vigyünk, valami action, pump action-t, vagy nem is tudom. Van a hosszú nyakú, ledurrantok vele mindenkit. Ha jó, de az altatóra van összerakva. Hát neked. Én beteszem izébe, sima lőszerre. A kampambóhoz mi kell? Mert van egy jó kampambónk. BP-s? BP-s, bizony 100 akárhányas. Hát akkor meg kell nézni. Mi kell hozzá? Mi a legyen? Kampambó. Cementpassz. Ó, azt a 900 polimer. Akkor nem lesz kampambó. Akkor ez lesz kampambó. De vannak itt izék ilyen... színes... crossbow-k. Itt 149-es, meg 122-es. Van itt egy kampambó, én azt szerintem én szeretem használni. És itt az almos dobozban van is lőszerünk. Crossbow. 208 darab nyilvesszővel neki megyek a barlangnak. Igen. Nem kell bemenjünk mélyre, csak az elejére a kaki bogárért. Amíg nem kell, mert az artifaktot tegnap finnői kihozták. Azt kihozták kettőt is, bár mondjuk úgyis kell majd mondom. Még, de... most annyira nem akarok. De majd, ha leszünk négyen, akkor mindegy lesz. Mondjuk ezért ülhetünk valami olyan állatot, amivel ott a... meg a terriumot elvisszük. Azzal ott tudunk védekezni. Van itt egy tikaló. Tájlakoleó. De tájlakoleóra van is egy jó szedülünk, ha érdekel egy tájlakoleó. Benne a barlangba közlekedni. Hát az már a vizényre reggel van, nem? Nem tudom. Ezt tegnap finuék vitték. Nem, ők izét vittek, szabertrótot vittek, de van egy... de azt mondom, hogyha ezen nincsen nyereg, akkor van egy jó nyergünk rá. Ezen alapnyereg van, az tapsi fogta, de ezen is egy 46-os van, és nem tudom, hogy nekünk milyen nyergünk van. Sad le. 62-es, akkor ezt visszük. Hát akkor az jobb. Nem tudom, oda némiért kakilt a tilakoleó. Ó, azt! Akkor át, hogy az csak, na, meg a terjú nyelvünk nincsen. Araneo, Iguanodon, Dyerbur, az is jó a maci. Nincs, jó van, mindegy, menjünk. Te így jössz, mert sztélem?
Így három, kemény vagyok. Megyünk egy rinatolgával ketten? Menjünk be, anyjatok. Nehogy nyitva a bázis. Nem csuktad be? Te jöttél ki. Bocsán, bocsán, azt a szart elkriósztad. Mit? A tilakoleót? Nem. Így. Bazd meg, hát nem üsszük. Hát azt gondoltam, te hozod. Helyes az összhang. Nem martizunk, mert ezt a barlangot kiszedték, most kakibogárért megyünk. Most ilyen izé van, még itt a bázis körül ilyen haszonállatokat kell betímelgessünk, amikkel ugye izé, itt ilyen kakibogár, akkor pingvin, csinálni kell egy pingvin farmot. Így ilyenek vannak most tervbe, Pinky, mai napra. Meg csak csillezgetős. Most csak ilyen izé van, ilyen csillezgetős. Ez ilyen nagyobb dolgokat majd közösen csináljuk a Finuval. De hogy ősz az? Én ülök ilyen érdekesen? Mit tudom én? Hogy nézzem már külső... Ja, ilyenkor... Mi? Neked nincs külső nézeted. Milyen? Majd lesz. Ja, ilyenkor még az arc sem működik. Ja, jó, oké. Akkor én már komolyan. Elég érdekesen ülök azon a izé madárlányban. Mindegy, menjünk. Küldjen neki. Úgyhogy most csak ilyen izé van, ilyen alap, ilyen ház körüli tevékenység van, most ilyen nem megyünk bele ilyen nagyobb dolgokba. Ilyen kis alap formulásokat megcsinálunk, aztán ennyi. Örögnek a szárnyai. Igen, a helikopáter. Mondjuk ezért nem hoztunk hálózsákot, de kemények leszünk, de kátszéles. Igen. Mondjuk van otthon még rinatóga. Mondjuk ez a farmolós. Mindent a cél érekében nincs nálam bőr, nincs, basszal. Rinatógában lehet, hogy van. Nem mondom, akkor gyorsan. Elméletek, ütöttem vele állatot. Elméletek, nem kell lemenjünk mélyre, mint az első elágazásnál szokott lenni. Még egy kakaós csiga is szokott ott lenni, arra oda kell figyelni, de ezt majd gyorsan leharapjuk. Kakaós csiga? Hát a... amelyik éjszaka alszik a... hogy a Baryonyx vagy az szóval. A buzért gyárt. Mondjuk nappal alszik. Tehát most nappal. Nappal alszik. Tehát, igen. Ugye időben hogy állunk? Van 11, a HD-je van, úgyhogy nagyon jó. Nagyon jó. Tehát jó, az nem fog főkedni. Nem fog főkedni, csak nehogy fölébresszük, nehogy megüssük. A dodó, hogyha bőr kell. De van itt bőr. Mennyi? Van benne? Ó, van itt rengeteg. Mindjárt dobom a felét. Mi kell ez? Touch, vagy fiber. Fiber. Szedek bogyót is, pedig van nálam sorban. Bőr kell. Kidobtam mellé. Oda, oda. Oda. Oda, ja. Kraftolok négyet, Binyu. Akkor én már nem is szerek. Ötöz már föl, Binyu, basz. Nem, én így megyek kemény. Kaptam egyet. Csak hova bírjuk lerakni? Hát mit tudom, én a fűbe lerakom azt, hogy legyen itt. Csak kettőt rakjál le, hát ha annyi szó meghalunk. Gondolod? Hát akármi is előfordulhat, ugye dobok még egyet. Bogyót kihajtom. Oda rádobtam a hálózsákra egy hálózsákot. Hálózsákra egy hálózsákot? Hú, ez most mindent felvett. Hálózsákra. Nem baj. Oda gyomunk még egyet, oda, úgy. Szart eldobjuk. Szart ne dobd-e.
Nem azt, az már a bogyókat. Most nem kell ennek a bogyó. Van nálam három kaka. Nálam is. Várjám, ezt a vaszkot ki kell dobni. Te mennyire magadra fütyülöd? Mit? Nem, én majd kidobom bent. Én most rambózok egyelőre. Hát bejön. Hát te bejön, az velünk, nem? Te beférsz, de izé nem fér be, amivel én jöttem. Aha, befér. Hát nem fér be. Nem fér be? Nem fér be, úgyhogy ez majd bent lesz kidobva. Hogy majd bent kidobod. Mert itt van az oszlop mögött, itt szokott lenni a kakaós csiga, balra. A denevérekre kell odafigyelni. Fogunk meg pusztulni. Ha itt hallom a denevéreket. Azok már vannak, igen. Elmentek a kakibogár, az erre szokott lenni. Itt van-e? Honnan van? Fogjad meg, értesed meg! Ó, jön ott a izé, a csúszó. Az már nem jön. Azt mit damoltál bele? Nem fogok semmit, lövöm le a picsába, én nem fogok itt be. Kakibogár érő. Azt kurva miért damolt az a puszka, te? Itt kakibogár érő. Amúgy kriót hoztunk ennek a szart? Hoztunk, jön a denevér. Hol? Aha. Hát nem látom, hol lett. Főhúztam az izét, hogy ne üsse meg a bogarat. Lecsapod vele? Lebizony. Az igen megmérgett. Megmérgezett? Meg. Akkor ne gyere a közelembe. Azt a mennyi fűvel szedtem. Jaj. Még 45 szek. Túl fogod élni? Muszáj lesz. Még egyet foghatunk a kibogarat. Lejjebb ismerészkedhetünk. Na basszál már, 15 szek. Megy le nagyon a HP-d? 80, és még 7 szek, 6, hát ez már túléljük. Azokkal jó lehet hosszozni is, éjszaka. Igen, amúgy. Jó állatok a kakaós csiga. Én aberration is kell majd belőle, mert oda lesz jó. Jó, már visszafele megy a HP. Jó van akkor. Bogárkánk hogy áll? Elméletileg már nem sok kell neki, van benne kaka? Nincs, ebben nem, nullásra kell rakni. Hát akkor már mit a kezedben van kaka? Nincs kaka a kezemben, van, mindjárt rakok. De van nálad, akkor van. Van még. Még azt írja, hogy várjam meg, hogy megéhezzen. Nem, vagy addig felhápézódok legalább. Úgy ott a izénél, ahol lelőtted azt a dögöt. De azt nem is értem, hogy az mit damolt bele 2900-ből. Hát, az gyenge az az állat. Ott van egy expoler nót, azt föl kéne szedni. Igen, csak ott egy denevér. Igen. Dobd ki a Tilát. Tilával szedett fel azt az expoler nótot, ő is XP-t kap. Buftot kap legalább ő is. Oda kakilt a Tila. Lesz már itt kaka. Kafogjuk az összeset. Jó, megvan a izé Dunkbitől. Jó, ja, akkor azt már nem tudom megbántani. De tudod. Még állattal nem. Na. Hogy? Hogy hozom a izét.
meg a terriumot, aztán azt szedjük fel azt az explorer note-ot. Már én ezt a kitint meg kéne, hogy egyem, valahogy meg kéne előzzelek. Were it not restricted to the waters, Carcharodon Ultramegalodon would be one of the most dangerous creatures on the island. As powerful and dangerous de jó, as the okay, Tyrannosaurus is on the island, Megalodon okay, is near its equal in the water. In addition, it has a speed advantage over any non-aquatic creature when submerged. Megalodons need large quantities of food harabd. So, they attack most creatures on sight. Hát ez már megint nem érdezett. Itt a következő kakabogár. Jó. Majd mindjárt visszaszaladok, mert ez 75-öt nem fog kibírni. Kitakarítom a barlang másik felét is. It's not the most efficient swimmer. But it should be able to protect your cargo should you find yourself in a hostile encounter. Szedünk egy kis kitint is. Szerű. Hagyja béke. Kocskos denevér. Itt is van egy explorer note, ahol a izé van. Hát várj, mert most nekem sperelnem kell visszafelé. Jó. Hallom meg a terrium van, itt is van egy. Jaj, mert főszedtem. Tettem út a kézsetnek, van itt egy izé drop is. Jaj, mert ja, várjam, hogy csak ott vagy. Pasió szedőt kaptam. Blueprintet. It is quite frustrating. Even so, I see now that Isabel was right. Having my assistants take part in the trials would be asking too much of them, and they are too valuable to risk so frivolously. If I cannot find human subjects from the nearby tribes, then I shall have to make do with trials on apes and monkeys. Perhaps it is finally time to capture some giant. Jelölt ki a izét, tilakul le volt, és akkor látod, hogy hol van. Az oké, az ki van. Nem jó bár. Lejössz az oszlopig. Itt mentünk. Jaj, nem itt mentünk. Hova estem? Jaj. Na, bejöttem a súsnyásba. Miért nem vitted ki magaddal a Tilát? Várj, itt haltam meg. Most felszedem az összes cuccom. Igen, ez megvan. Ott a Tila, jó. Ez... Kell a kakaj, ami nálad van, mert kevés lesz az, ami én nálam van. Igen? Igen. Ott van a bogár? Itt van még egy, kettő is van. Úristen. Ez egy 67-es volt az előző. Vigyázzam, ott van egy denevér. Kéne valahogy kihúzni onnan. Lenne még egy bogár. Amúgy itt, hogyha bemész itt jobbra, ott van egy explorer note. Ja, aha. Azzal kapod az XP-t. Meg elméletek össze tudod gyűjteni az összeset, és akkor az tök jó. Én meg szomjas vagyok. Jó, hogy kraftoltam kullancsot. Mi is ez a bogár, amit most tímelünk? Nem nagy. Miközben konkrétan benne van a barlóba.
Várja, hol vannak azok az állatok, amit éppen tímelünk? Az egy 85-ös tímelünk, de az nekem konkrétan benne van a padlóba. Nekem jó helyen van. Én ezt nem is látom. Azt nekem kell megetetni. Odaadom a kakát. Még azt mondja, hogy várjak, hogy éhes legyen. Ez nem is lehet. Ami ott előrébb van, azt látod? Vigyázz, ott van fönt egy denevér. Alba. Aha, uh-huh, ott csapkod, aha. Uh-huh. Na jó, megindítottad. Igen, ne basszál ma! Igen, ülj fel az állatra. Ebből már megint rekt lesz. Van mögöttem, nézze, nem bírom. A bogarat meg ne üssük. A bogarat nem. Ó, eltaláltad, szépen vérezteti a Tirakoleo. De ne vér, kapja a vérző buffot, jó? Mi? Most a következő bogarat el is kezdheted tímálni, a gondolod. Nekem majd egy koki fog kelleni. Igazából három bogárra haza tudom menni. Nálam van három koki, csak ahhoz nem lesz elég két koki. Melyikhez? Hát a másikhoz. Az hányas? Ha mit tudom én? Erre most beledugom a seggibe. Az 20-as, az egyel meg lesz. Az egyel meg lesz. Az meg is van. Jó, akkor azt kell majd betímelni még, ami ott van. És akkor jó kicsi vagyok. Jó, csak akkor kidobom a kakát, jó. Mert én ezt nem látom. Mi van, megfertőződtél? Igen. Kidobtam a kakát. Hát nem, csak nem tudom, hogy fölevettem. Nem. Felesett a textúrába, basszus. Na bassza! Ah, megy le a HP, mint a barom. Igen. Hát azt hiába nyomod. Jó, lement a izém. Fertőzésem. Csak nincsen most kulánk. Várjál? Várján. Plusz gombot, ha megnyomom. Nem plusz, igen, tehát akkor... Hát kulád. Van. Na, én kakáltam egyet. És hol van? Nem tudom, felvettem kettő kakát. Rakd bele a megateriumba. Szóval van benne kettő kaka. Ez lehet, hogy karcsú lesz az emberi ürülék neki. Ez nem kakál. Ez nem kakál, ez most kakált. Hát elég lesz neki. Főment 65%-ra. 42 szintet fog kapni. Igen. Na, van akkor. Na, 130. Ugye jó lesz. Van egy 67-esünk, van egy 29-esünk. Ebből nem kell, hogy nagy legyen. Üvegház működni fog, az csá. És akkor ezek összeszedik most már magától a kakát? Maguktól összeszedik, és akkor ezért csak be kell kézseljük, építünk nekik ketrecet. Aztán boldogság lesz. Nem elég neki. Áj, basszus, még egyet kell szarjunk. 83%. Szedni kéne fehér bogyót. Megenni. Azt adott egy darab fehér bogyót. Edd meg a fehér bogyót. Kriózd el a tilót, meg dobd ki újra. Akkor adott az előbb izé, egyből odaszart maga alá. Igen. Ott van-e? Ott beleesett a textúrába. Rohadjon meg a textúra. Várja, hogy spammelem az F-et. Nem tudod, mi van? A kaki bogár instant főszedi. Nem á? De szerintem. Ekkora a range. Rohadt nagy. Hát az baszott nagy range van.
miért nem látod? Én most ide szartam, külső nézetbe. Ott van. Én még nem kell kakálnom. Úgy külső nézetben nézed, akkor úgy lehet át lehet látni a textúrán. Na? Megvan. Megvan. Megvan a kakabogár. Ennyi mehetünk is. Ez a küldetés is teljesítve. Jó hatékonyak vagyunk. Csak nem vagyok itt a bőr meg a izét. Na jó, és akkor most hogyan tovább itt jöttünk? De elméletileg, ha emelkedik az út, akkor hát, kifele, jó, kifele megyünk, igaz? Igen. Aha. Ja, itt nem fér át. Nem férsz el, el kell rakni. A dögöt. Ugyan terrorbőrdökkel kell bejárni barlangban, azok beférnek. Igen, mert már kicsik. Na, ja, azt a milyen világos lett. Egy retina. Tárgyakat vegyük föl. Fel kell menni. Otha is itt hagyta a barlang bejáratba. Csak demolisolni lehet. Azt nem tudom, gondolom, ez csak... Megvan Leg. Minden? Akkor csapott ki a rigna. A szúnyogot. A szúnyogot. Rögtön kakát, az is a textúrát kakát. Nagyon leszállom. Meg is vagy. Na, mehetünk. Hát gyere, mert hát megyünk Rex-ek tímelni. Hát töltöm is be, ha találkozunk valamivel. Lányi a kriopoddal, hogy állunk? Nálam van még, ó, van még négy darabom, akkor főnézünk ide a Rex-es hegyre. Én már be is töltöttem az altatót. Szállnék közt elő? El amúgy. Karja. Meg én is tudok róla lőni. Hát akkor meg easy, easy peasy. Úgy meghalunk, mint a baj. A Rex az nem vészes. Itt van, hogy vegyünk kölcsön, van itt három. Nézem, hogy szokott lenni itt a folyónál Rex, itt szoktak randarírozni. Hát itt kiszintűek. Hát változó, hogy ilyenek. Táv... Igen, mert ez már Redwood széle. Igen. Táv cső van nálad? Van. Van nálam távcső. A másik zsinatóga az annyiból jobb, hogy abban lehet pusztítani ezért. Hát igen, mert a súlyvet húzja. Igen, ez farmolós. Igaz, Fisi, ezek, ez a szép színű állatocska. Melyik az fár, igen? Ez a szép rózsaszín. Rózsaszín. Bínyúszínű. Bínyúszínű. Igen. Teréz anyó. Terje, hol van a izé? Mimes az amada még. Tegunk. Talán az idik barátunknak a bázisa. Ez a töcsém Colosseum. Ott egy Rex-e. Onnyia van. Sőt, ott fönt is van egy, mindjárt becsekkoljuk, van ott egy kék. Á, ez beszart a lánkunk van, nem látom. Ez egy 15-ös. Melyik, amik alattunk van? Nem, ami fönt. Alattunk meg kettő van. Igen, csak nem látok semmit. Van egy 5-ös, az egyik az egy 5-ös. Kettő van. Egy 5-ös van itt. Nem látok. Nem. Meg egy 10-es. Úgyhogy ezt hagyjuk. Jó, tovább. Azok le. Ránk is aggróztak. Emelkedjél, ne süllyedjél.
Jó lett volna őket megölni. Legalább spawnolt volna, értük volna. Ilyenkor az a baj, hogyha fönnülsz hátul, félek, hogy téged is megbánt. Kemény vagy, mint kátszik. Ja, az alsó gatyába. Ennyi, hát ez az igazi túlélés, de nem már mit izé. A múltkor meg nem merték kijönni a izéből. Ez más, ez hazai pálya. A házból. Konyha félnek túl. Ja. Ez hazai pálya. Nincs csak a pánikra. Hagytuk ott. Stegók. 70-es. Az ott megöltek egy Rexet. 20-as. Ott egy Rex. Igen, egy 20-as. Ahogy verjem bele. Jönjünk a kévre. Tarnunk kévre. Nem lesz nagyon más. Leszállunk, staminázunk egy picit. Ó, kidőtt a fa. Direkt kidőtt, hogy lássak. Itt lefele még szokott lenni Rex. Azt kell, hogy el kell hozzuk a másik klinatógát. Avval fogunk menni, azt akkor gyilkolászunk. Még mindig hánysz? Én nem. Vagy csak nálam? Nálam még mindig hánysz. Még mindig köhög a karakter. Már régeségen semmi bajom nincsen, mert ott a barlangban nem volt. Mert a barlangban nem volt bajom. Na, átmenjünk a kévre, menjünk át amoda, meg szétnézzünk ott is. Így veled a havasba, hogy megyek, hogy mesztelen vagy? Így sehol. Jól, összebújt. Így sehol. Ezért mondom, hogy... Így se, hogy. Akkor haza kell menni. Haza kell menni, kirakni a izéket, tögöket. Ott egy Rex. Ott egy Rex. Anyas, százos Rex. Fiú vagy lány? Wild Male. Male. Az fiú, az nekünk pont jó. Az a fiú. Fiút keresünk? Fiút keresünk. Meg kéne várni, amíg megöli azt a... annyi. Jön. Küldjed neki, pumpád. Valami jól is néz ki. Igen. Jön neki? Meg bejött talán. Meg látom, tolassak? Hát... Valami erre, igen. Vagy ha tudod lőni, nekem mindegy, ha lőd, hát. Végig megpróbálok így orra beállni. Rálátsz? Kilövöm a szemhéját. Rá. Na most engem találtál amúgy el. Igen? Pedig nekem a dinót mutatta. Lelőlek én téged, kiartatlak én téged. Jó, csak leesek a nyerekből, akkor üdöglünk rakásra. Nem, mi bajunk lehet? Nem is vagyunk messze. Jó, már menekül. Még ránk fog fordulni. Valami nagy, de jó, a 100%-os izével 150 meg lesz. Kiabáljál velünk, bam meg.
Nem, hogy csak harcoskodik. És a milyen lesz ő. De be tud ide állni, valami. Várjam, akkor kicsit hátrább tolatni. Erre forduljak, hogy jó. Ne küzd, drágám. Hát valamit akar. Így előttem felette. Lehet azért, mert pont bele kormányoztam. Kész. Jó, az belement. Akkor már nem kell ülni. Mondjam, van... Te figyelj, már narkót hoztunk amúgy? Nem kell ennek narkó, prime huske. Akkor mennünk gyilkolni. Itt van egy argent arist, csak... Attól félek, hogy a nyerekbe vagy és megüt az árgyi, téged is sebezik. Aha. Igen. Na, én lepuffantom. Átváltottam, lepuffantom. Ez van nálad? Valóban, mert aztán amilyeneket sebeztél, nincs nálad véletlen dárda. Dárda? Aha. Hát, de van. Van? Fém dárda? Ja, nem, ez nem. Nem dárda, bázd meg, az nyílt. Vesző. Na, jó, akkor figyelj, maradj itt a Rexnél, vigyázzál rá. És meg elmegyek farmolok Prime húst. Yeah. Mert így nem tudok harcolni itt a fennűz mögöttem. Mennyi? Szavarban van túl. Nem, igen. Kapja a sebzést. Fosi. Ja. Kapja a sebzést a bingy is, az a baj. Mindenkit szavarban az a bingy. Igen, tudod-e? Na, míg te visszajössz, én addig megyek tartok a két perc, ezt rülhetít. Elköszönök, mert alszok, mint szoktam volna. Micsoda? Elköszönök, mert alszok. Ott tovább jó játékot. Köszönjük szépen, Fisi, neked is. Igen, szokott a pihenést. Sziasztok. Halló, halló. No. Megvan a Rexünk is. Teljesen jó lesz arra, hogy legyen egy alapunk. Ez a videógata, ez nagy segítség, hogy ilyenünk lett. Akik szoktak nézni a Finunáminket, ugye azok tudják, hogy az élet riniogatája az csapatnak, mert... Gyors volt. Mindenki tehát, összeütettem két karnót, ez lett belőle 20 hús. Nagyon komoly vagyomjuk. Nem éheztettem ki, de fölösleges. Szerintem így is meg fogja kapni a maxost. 49 szintet fog kapni. 149. Kíváncsi leszek, milyen statjai vannak. 210-es damage, az nem is olyan rossz. 4200 HP. HP. Erre még kap azért pluszba. Mondjuk azt megkapna ezt a 49 szintet izére, HP-ra, vagyis Dimizsának még örülnék is. Remélem jól fogja szétosztani. És azt hiszem van is Rex nyerek BP-nk, emlékszem.
mindenstől kezdve ezeket a rexeket elkezdik szaporítani, aztán... Hát is néz ki rosszul. A másik rexet nem vittem föl a izébe. A... Smart Breedingbe. De hát ezek ilyen gamma szintű állatokra eleget lesznek. Piros drop hol van? Ott jön le föl. Én még nem látom? Nem tudom, ott van egy... Melyik beállítás az? Videó, nem videó, grafik, a Global Illumination-t kell fővenni high-ra. Save. Ha most már látom. Save Game. Ott van, van. Nem megyek, megnézem azt a piros dokot, hogy te kibírod szedni, te még nem mi? Mondd el. Ki tudom? 80-as szint kell hozzá. Nem, azt én most néztem. Argentalisok vannak itt. És kelődök hát, ha van valami szép rex. Tényleg amúgy a izével bizniszeltem. Na, mit? Csibit. Csibit? Csibit. Hát azért kár volt idejönni az ő piros droppé. Igen. Ebben egy kevés hard polimer. Egy holocélkereszt. A shotira szeretem. Ilyen százaléknál jár a rex, jó van. Kéne valami meleg ruha neked, Vinyu. Pisikém, összebújjunk. És elment, azt mondta, hogy elfáradt. Igen. Ja. Megy, mert már ragad le a szeme. Ugye. Következő részre beszélek, a Riddickkel adjon nekünk izéket. Kék, az a sárga, az meg bent van. Kék, igen, az sárga, még csak az jó. Az még nagyon messze van. Zsájac spagadjé. Ő kell exportálni majd a Smart Breedingbe, ne felejtsem el, hány pontos lesz. De várjál, most én nem fogom tudni felexportálni. Miért nem? Hát mi GeForce-on vagyunk. És? Hát a felexportálom a GeForce gépére fogja felexportálni, nem az enyémre. A Smart Breeding pedig az én gépemben van. Igen? Igen. Igazán? Igazán. Tudom, meg kell nézni. Szerintem nem, mert a mentéseket is a te gépedre teszik. Nem, felhőbe menti. Igen? Igen. Na, és leszinkronizálja. Leszinkronizálja az én gépemmel a mentéseket. Kocumizol le. Mindegy, majd azt csinálom, hogy belépek annyira az én gépemről majd a játékba, hogy lássuk. Hát nem most, majd. Hány pontos lesz. Ez a kék drop. Jeleér. Az lenne fain. A következő részben majd vagy a finúval, vagy nálam, vagy egy fain gigát kéne tímelni. Na hát azt mehetünk.
Ó, van rá csapdám ide, a Volvedre. Ki van? Ki van? Volvedre? Vagy mi a szemez? Asa? A sára van olyan gigacsapda, hogy megőrülsz, lejött a kék droppán, ugye kérte. Akkor YouTube-oztam olyan gigacsapdát, hogy... Easy peasy. Úgy csak miről találunk egy gigát? Hát itt inkább az lesz a gond. Nem is az, mire találunk egy gigát, és hogyha szarok a gigák, azt mire kipörgetjük, a nagyszerű loot. Na igen. Firebolt. Ez egy 24 órás streambe kell. Hát, hát az lehet, hogy offstream lesz, megfogva majd itt böngészünk a mappon, aztán beleszaladunk egybe, akkor offstream megfogjuk, hogyha meg szerencséje lesz a nézőknek, akkor láthatják. No. Van még benne húsabb a dögbe. Bázd meg a sárkány törődést kér, 8 óra van. Én de kibírja addig, már nem hagyjuk itt a rexet. Hát izét, csináld azt, hogy tegyél le két hálózsákot, pakoljál be a rinatógába és teleportáljál haza. És utána vissza tudsz teleportálni. Szerbusztok, látom streameltek. Igen, János streamel, ja. Egy újság van. Olyan kérdés, hogy evolvedem. Igen. Korcsedőrszön. Ki lett kapcsolva az időjárás változás? Nem. Mert a Pumpkin azt mondja, hogy ott van már egy órája, és nem változik az időjárás. Nem. Nincs, ahhoz nem tudunk hozzányúlni, ezt csak a Wildcard állítja. Aha. Jó. Akkor csak ennyire. Szerbusztok. Csá. Ja. Van itt bőr, meg izéje, tudunk craftolni. Van, már nyomatom a kettőt. Egyel odamész, egyel visszajössz, az cseh. Csak a ruhát vedd le. Lehetnik. Ez mondjuk azért nem gáz. A jó, de ami más van az inventoriba, püska, meg ilyenek, azt dobáld bele a badárba. Betesszük. Jaj, de jó, most betette izét is. Búzsát. Mondjuk zsákba rakja a cuccodat átutazáskor. Igen? Ha. Na várj, ide kell. Várj, rakd le a másikat is, mert nem fogsz tudni visszajönni, mert összetörik a hálózat. Ja, igen, mert összetörik. Talán meg ezért ágyról vissza tudsz jönni. Asszonya, bed. Oled binyú simple bed. Vastravel. Tó vagyok, megjöttem. Kicsi sárkány, hol van? Majd rakjál beléjük tejet, hogyha nem tudom mennyi nála kajájuk. Amik a track listából látom. Wyvern. Ó, még 2064 kajája van. És nem az az élete. 1800 kajája van. De ezt nem hagyom kint Icekára. Ezt elkriózzuk estére. Mi van? Milyen 57 perc még? Micsoda? Annyi a izé? A... Nem is ír, hogy kivét kéne törődést.
Nem is írja. Még 38 perc. Printing 0, nem is írja. One scare in, az a izé. Ez még te, az 57 perc múlva két törődés. Azt érzem, de mondom, hogy mit egy, nem egy óra, 45 perc volt, basszom. Nem tudom, hogy mennyi volt. Hát egy óra, 45... Hát akkor mondjuk ott vagyunk, mert két óránál jár a stream. Hát igen, mert 48-kor kezdtük. Jó, de van, ó, Isten, 48, 49, ez 9 óra. Na, akkor jó. Oké, okay. Igen. Jó van, oké. Okay. Hippá, hát a pont stream végére nagyjából. Ennyi. Ha is adhatod neki a törődést. Bár úgyis utána hazamegyünk a Rex fogás után. És akkor izét... bekédzseljük a bogarakat. És akkor utána meg valami törme ruhába ki kell menjünk a izé sivatagba. Hova beszélek már? A fagyosba, de kell menjünk pingvinér. Abból meg sokat kell hozzunk, egy pasit kell hozzunk, akkor kéne hozzunk egy 4-5 lányt. Jó nagy pingvin farmunk legyen, van az a fasz a láncfűrészünk. Megvan a Rex. Megvan, a Rex innyó megvan. Kíváncsi ezek milyen statok lettek neki. 302 damage. 5700 lett neki a HP-ja és 1386 lett a staminája. Kajára is kapott, rendesen rohadjon meg. Ez a baj, ez a baj. No nem baj. Na gó haza. Azért van egy hálózsákod lenne a fődő, meg ott van valami zsákod. Mi? Mi? A ruhád-e. Törd már össze. Mit? Hálózsákot én már összetörtem. Igen, nálam itt van. Igen. Akkor jó, összetöltöd, én hiszek neked. Nekem mutatja lent. 6000 méterre vagyunk. Bá, meg úgy, nem téma. Hihi, uhuhu. De, cél, teljesítve van bogár, van Rex, úgyhogy. Meg ilyes vagyok. És még a nap sem ment le. Hát, mire hazaérünk, le fog menni. Sőt, ez kis bűn estaminával szerintem. Estaminával nem. Talán azért vulkánig elbírunk menni estaminával. Ezt a lila droppot csak meg kéne nézni. Erre jár az. Ez még most jön. Nem, szerintem ez már lejött. Hát nekem igaz mutatja, hogy most van olyan magasságban, mint mi. Igen? Uh-huh. Nem látok messzire. Ja, még magason, jó van. Figyelj, úgy állítottam már be ezt a rinnatógát, hogy két staminával amúgy elmegy akárhova. Ez a komoly. Két staminával átrepülünk Izlandot. Az ődike? Megvárjuk szerintem, nem, mert az szar szokott. Mert ez az ődike. Az őtség a szar szokott lenni. Kapunk ilyen faépítő embeket. Körülbelül. Hány csak 1500? Mondjuk az jó, mert most már lesznek saját rexeink és... Azokat legalább lehet
szaporítani. Százas imprintet tudunk csinálni, meg mondom, aztán van egy nagyon komoly rex nyergünk. Igazából már csak valami furcuccot kéne találni, valami jót, mennyi fém van. Itt a két hegy között is szokott lenni, bár egy giga is. Itt szokott lenni giga. Ah. Lent a folyón, már láttam, itt még sose láttam. Ha itt is szokott, régen itt imádott. Amúgy gondolom, ide spawnolt, azt innen ment oda le. Kinek a sárkány ez? Ki ez itt? Itt egy Giganraptor. Ezt lehet tímelik. Igen? Valaki ott jön sárkánya. Eltűnt a sárkány. Na, itt a sárkány. Ja, itt van. Tény közben elszaladt. Ott írják. Jaj, visszanyomkodok. De kicsi az ott van. Akkor neki is bagos. Bocsánat, future-ös, bocsánat. Hogy kell ezt streamelni? Hát mit tudom? De mennek kell táncolni, mit tudom? Valami olyasmi. De mert ennek táncolni kell, hogy mert tökömet kell neki csinálni. Ki kell dobni egy tojást, az anyja elmegy megenni, amikor nincs itt, akkor pedig be kell mászni a fészekbe. Az fasza. Upe. Sok sikert hozzá. Hát jó. Jó, kicsi tánc, akkor ez lesz az, amit itt dancelni kell. Ha eltűnik az anyja, akkor nem lehet témelni. Hát... Szép. Na, menjünk. No, majd ezt kipróbáljuk egyszer. És sem tudom, hogy kell, soha nem tímeltem ilyet. Hát várj, akkor kell egy tojás, ezt kidob... De milyen messzire dobod ki a tojást? Én nem tudom, hát kidobod a tojást, az anyja elmegy tojáshozik. És akkor... Na majd nézzük. De mi az emókat táncolszok neki? Hát valószínűleg az emótokkal, vagy nem tudom. Az is lehet, hogy vannak valami ilyen, ilyen minigame jön elő, vagy a tököm tudja. De majd rákeresek YouTube-on. Itt a sok listáj, innen vittem-e. Ugye? Ugye? De arra az aranydropra csak rá kéne repülni. Itt jobb oldalt? Velünk szemben van. És nem tudom, lehet, hogy... Én most ködben vagyok. Ja? Semmit nem látok, vagy felhőkben, vagy miben vagyunk most. Nekem nincs felhő, most eltűntek a felhői. Most jöttünk ki benne, ja, most már látom, itt van előttünk. Érdekes, mert fölveszem a izét, a látótávolságot, akkor eltűnnek a felhők. Én nem értem, hogy van ez a beállítás. Majd dobnak hozzá valami patchet, biztos. Tehát. Ez ilyen táncolós, na majd megnézzük a
Ez a Finut elküldjük tímelni. Na majd táncolunk mi neki. Olyat, hogy... Hát valamit? Semmit. Látom, hol az ez a rohadt drop. Hát nem a lyuk az itt van. Mi? Ja, most hiába nézek fel. Kitakarítunk a fákat. Ennyi fát, ami itt van, te. Milyen jó lett volna ez nekünk két nappal ezelőtt. Mi itt, itt erre? Hol van ez a buzi drop már? Már jön lefele. Jön le. Nem bírok külső nézetbe vártam, semmit nem látok, basszus. Jaj, még nagyon sok időt. Csak sárga drop, azt meg kell várni arany droppot. Na, itt van már a fejünk fölött, jó, hát ez már legyen egy fél perc, itt van. Az előbb árnyékra vetődtem. Lássuk külső nézetbe. Elbuktad. No, mit adtál? Azt a rohadt életbe. 115-ös a tér. A fémbázis. Na, maradjon meg. Valami, ennyi? Ennyi. Mert nem volt karimája, az volt a baj. Nem volt karimája, haszom az. Ez volt a baj. Ma kell menni. Van, balra, oda, arra. Azon gondolkozok, hogy megnézzük itt, ahol a allókat befogtam, hogy nincs ott még egy Rex. Várj, akkor áttöltük ilyen izére, altdóra, ott meglőjem már. Belelősz egy ilyen 5000-et, mint az előbb. Mondjuk abban lehetően. Még az Artopuel az izé, az nagy sebzést kap. Az az egy állat, ami sebzi a fémet. Az a domászó. Olyan binyomolt, hogyha fázni fogsz, mert itt azért elérjük a havas szélit. Vagy sikítok. Ott a Rex. Ott van, ó, ott fehér. A Rex. Anyas Rex. Már nézem is, az egy ötös Rex. Igen? Igen. Miért van az, az hogy mindig ötös. A fehér Rexek azok ötösök? És egy nőstény. Jó van akkor. Megyünk haza. Akkor megyünk. Még jó lesz volna izéltetni benne. Nem bírod. Van a kicsi stapja. Az a baj, a fehér szín nem bírod belekutyulni. Ez én már annyiszor kísérleteztem. Albino Rexet hallod, olyan nehéz belehúzni az albino szint. Minden szín elnyomja a fehéret. Ötség drop. Már lentről megnézem. Valahogy jobb cucc volt benne, mint az izében, nyílvessző az érték, meg a keratin, meg az olaj. Vörnodrágot meg eldobjuk. Majdnem rá ezért, hogy itt mondom, tímeljük be ezt az izét, de hát... Ez eszköz a spino amúgy. Azt akartam mondani, hogy mondom, tímeljük be gyorsan, de már rájöttem, hogy erről lecsúszott. Hanyas ez a spino? Ez 74-es most. Ez is csak a színe véget lett befogva. Biztos. Ez is csak a színe véget. Hazagyűjtünk. Értünk, te szép bázis. Te abban a stagóban van mi kaja? Én megszedtem. Akkor biztos van menne. De nézzük.
Hol van ebben még? Hát? Hallókat főszintezzük. Igen, azoknak lehet már szintet adni. Damagéra. Bulli damage. Pedig a bört. Minden. Ilyen törődést kér a 2.0-ba. Jövök. De mondjuk még vannak itt 20 percet. Azt mondja, hogy mi van itt, amit itt vannak, ilyenek ilyen törött ruháid vannak, az akkor mit szeretné? Dobd ki picsába, ezért nem marad benne a lőszer. Lőszer. Kiveszem a húst. De itt van a lószar. Van még itt, ami húsi, a tilakoleó. Igen, az is benne van a krióba. Pizza perl, argent arviszkarom, kitin keratin bőr, ellenek. A többi az ilyen offos. Ezt ki kell hagyjálni, hogy... Kell valami meleg ruha. Kell valami meleg ruházatot. Elrámolunk. Mi van még itt, ami állati maradvány. Ezért belerakjuk a húst. Phoenixbe. Pilakoleó az most szerintem nem fog kölleni. Meg a terüléseket. Ezeket itt lehet hagyni. Rexet azt kidobjuk oda hátra. Már az építő elemeket ide behányom. Valami nyerekbépét. Pacsi szedő a BP, az fontos. Az nagyon kell. Talán a BP. Igen. Mennünk kell fáj. Nézem, hogy meleg ruhából mink van. Nem semmink. Nem sok minden. Egy alap full setet kell craftolni, azt ennyi. Én biztos elleszek. Már kérdéses. Azt a milyen lag volt. A kampambó az már nem a legérdekfeszítőbb fegyver. Az Andiból. Na, majd azt a másikat kéne lecraftolni. De majd ha meg lesz a pingvin farm. Polimerrel. Mondja, hogy narkotik. Van szörnyénk. Emeltek az állatos alapanyagoknál kéne megnézni. Cage-et kell gyártani 3-at. Hol van a cage? Ahol van-e? Fiberwood Touch. Megkraftoljuk a... Cage-et, bekégyeljük a izéket. Aha, csinálok én mindjárt szőrmeruhát. Nekem is csináljál szerintem. Mindjárt jövök, okay. Én tartok egy biót. Pár perc is itt vagyok. Így úgy. Kitalálom a szőrmét.
Na re-re. Ahogy én valamivel mutolom magam a izén. Azzal konkrétan a cseten váltogatok. Jó. Hova tegyük a... Akkor csinálják neked is? Igen. Tehát én is kérnék szépen. Én itt, ahol az oviraptorunk be van zárva, ide berakom a izé bogarakat. És nem oda, hanem... Nem is tudom, hova kéne őket rakni. Beketrecezve. Hol nézne ez jól ki? Rakom ide az Argent Arisok mellé. Falhoz. Mi van itt ilyen kibaszott sötét? Mert fővettem a lámpát, mert itt volt a Főnix. Eldobtam a fákját, ügyes vagyok. Azt mondja, Puton Belt. Tudod ki ez? Az ajtó. Komoly. Fordítva raktam le. Ha, akkor igen. Na most ide miért nem? Hol akarja rakni vagy? Úgy. Három kakilós bogár. Mondod, hogy nem bírom bedobni a cage-be. Kézzel kell bedobjalak. Pick up. És hogy van? Enable. Mert itt van ez a disable, nem disable-juk, hanem mi kell ennek? Enable wandering. Hogy járkáljon. És elméletileg a izé ketrecen keresztül be lehet nyúlni hozzá, és csak súlyra. Ezeket a dögöket csak súlyra kell húzni. És ők termelni fogják a oilot. Oilt meg a percefield. Meg a fertilizeret. Ja, Rahavior, Enable Wandering. Az zárt be. Nyúlni, és ebbe is bele lehet nyúlni, nagyszerű, és ennek is adunk. És azt hiszem az etetőbe viszont romlott húsnak kell lenni, mert azt hiszem... azt teszik. Igen. Vagyis legalábbis amikor izé volt, akkor ugye az kellett hozzá. Kicsápolnak odakint annyira. Dolgoznak? Ja. Aztán csak azt néztem, hogy mondom. Egy századik. Mondjuk az mindegy. Dolgoznak a fiúk odakint. Akkor mindent meg kell, hogy jöjjenek. Na ez is már szedik össze a kakit, ezek a dögök. Úgyhogy... Ez helyes. El is tűnt a kaka. Hátrább. És akkor Rex. Hogy van? Behavior, Enable Meeting. Akkor itt lehet szerelmeskedni, gyerekek. Igen. Szerelmesek egymásba. De szerintem az én, mert most e-mailt. Igen.
Szerelmes. Nyomatják. Van tolják, tolják? Nyomatják a rakembrócska. Nem tudom, hogy ez ugye már szintezve van ez a Rex. Ugyanak mennyi volt az nem alapja. Nem tudom, mi volt az alapja, de mindegy. Csinálni kell, hogy 2-3 tojást azt a bomak. Biztos kell. Egy átlagot. Kajával, hogy állunk, azt kell nézni. Aha. Ezért majd úgy kéne, hogy etetőben valószínűleg lehet, hogy sült hús az nagyobbat stekkel. Sült húsit belerakni? Igen, mert a sült hús az nagyobbat stekkel, így tovább beláll. Már van ez a főnixünk, aki ilyen szépen, gondosan, mert 500-asával stekkel a sült hús. Csak jobban hangzik, mint a... De... És akkor az állatkáknak meg adjuk a... És mondja, vadász 2.0 veled mi van? Mindjárt imprintelni kell. 13 perc. Hát akkor ezt leafkoljuk szerintem. Majd a ruhát vett ki, addig ott van a smithyben. Rakok sült húst ide a szekrénybe. Ugye a sült hús az azt hiszem tovább is áll el, mint a sima hús. Igen. Meg nem tudom, hogy tartósítósok tudunk berakni az etetőbe? Szerintem nem. Abban nem. Így megpróbálom. Bár mondjuk egy próbát megér, de... megpróbálom, de sose lehet. Úgy. Elégett a fánk. Ez rádult fütyű a Rexem. Igen. Csak úgy közlöm veled. És most itt jön megy utánam. Vagy agresszívra van rakva. Nem. Ez most itt egy körbe-körbe. Veled mi van, jó ember? Nem, akkor árult fütyűvel, hogy mi van vele? Nincsen árult fütyűvel. Hát akkor hova ment? Mit csináltak? Ready to meet, várjál? Hogy be van kapcsolva neki a vándát, de nem. Change range, a following. Attack your targetem van. Akkor azért. És ő már párzott amúgy? Ő már igen. Akkor elkriózhatom. Visszaviszom úgy. Nem, attack your targetem volt, és nem tudom azt, hogy a izék ott randaríroztak. Mi a 8 óra izé? Miért emlékeztem, hogy 3 óra? Mire? Az újra szaporodás? Igen. Az változó. 2,5 órától egészen 8 óráig. Akkor ez meg összeszedte a tojást? Az oviraptor, igen. Na, most bebagoltam, hova bagoltam, hol vagyok? Itt vagyok, jól vagyok. Ja, mert a Rexnek itt a farka. Meg amúgy is ő neki, csak azt hiszem, lehet, hogy az oviraptort, azt hiszem, lehet, hogy damage-re kell húzni, nagyobb legyen a range-e, vagy staminára, most már nem emlékszem. Tehát ő ott igazából ott fog tevékenykedni. Itt szaporítgatunk, aztán csá. Hát hogyha ugye már nem kell valami, például lassan a trájkokat szerintem majd, mikor lesz egy jó pár tojásunk, akkor azokat ugye lehet offolni. Ankilókat se kell túlhúzni. De szerintem abból is lesz egy jó pár darabunk, aztán ennyi. Nem akarom úgyse kibridálni maximumra az ankilót. Inkubátorunk van? Nincs. Uh-huh. Van? Akkor pihen itt a... Itt van, itt van a keltető. Az hozz csak ide azt a Rexet, arra amúgy is kíváncsi vagyok, hogy ez a keltető ki a keltető, amit ide építettem. Szerintem nem. Tudom. 6 légkondi vagy 5. Hát ennek már kell, nem? De nem, a légkondi az mindig az adott dolognak a megfelelő hőmérsékletet állítja, igen. Na bakker. De kaka! Nem szedték össze a bogarak a kakát, nincs ekkora range. Nem baj. Az csak ide... Oda bedobod azt? Oda bele, hú. Na nézzük. Ott csinálja, van. Egy óra 39 perc. Ennyi, működik. Laci bácsi megoldott ezt is, ennyi. Én.
Ezt bezárod, és akkor amikor megszületik, a paraszaur megjelzi is, hogy megszületett. Yeah. Mennyi. Na. Akkor 2.0-át beimprinteljük. Remélem valami olyat fog kérni, ami nincs, és azért várok. Tudni valami hülye halhúst. Még az előző sem volt 100%-os imprinten. 8 perc. Addig megnézem a ruhát. Hát figyelj, van nálam nagyon sok krió. Nézzét, azt le is rakom. A élveszőt. Élveszőt. Ilyat. Nem kell. Rakd az értékes. Annyi van ennek? Tizenhány perc? Azt mondja, 8 perc, na jövök mindjárt. Oké. Okay. Itt van 260 darab altatós. Annak a felét én behúzom. Fönnmaradt a lift, le kell hívni. Őke fiú a binyuk. Hát te dob, még pislog. Na, nem pislog, nem pislog. Válszik magától, ebből ki is veszem a húst. Rakjuk ide a... Ebből is elég egy stack van, és inkább sűrűt hússal fognak táplálkozni a dögök. Nagyon lassan süt. Mire van szükség az ipari grillhez? Kis is tanul, vagy mindenre valószínű. Olajunk van, kristályunk van, szanat. Ó, hát ezt gyártjuk lefele. Azon fog killódni avval a főnix-e. Szanat, paszta és olaj. És olajból mennyi volt? Így ezt a 200 darabot átrakjuk. És depózzuk a grillt. Így és itt fogunk hús sütni. Nem a főnixbe. Ez egy kicsit bátrabban gyártja. Na itt vagyok, hoztam egy kis nedvességet. Jó tetted. Figyelj, Binyu, a főnixet, mint olyan, azt én ki is likvidálom hússütésből. Hát megnéztem, mennyibe kerül egy ipari grill. Oda némilyen dzsukelul néz ki. Hol vagyok? Itt vagyok, a kurulok, hol vagyok? Itt vagyunk a hűtőnél. Aztán nézettem, hát akkor el kell rakni a főnixet. És nézd meg, hogy hogy süti a húst. Akkor nem kell a főnix, jó? Nem kell a főnix, szerintem is. Majd annyi, hogy izét viszont... A legfőbb vasat. A... hát arra meg úgyis le lesz rakva az ipari kohó hamarosan. Úgy...
nem nagyon lesz szükség sokáig ezekre az állattal való égetésekre. Annyi, hogy viszont tizét... majd mi a prime húst tegyük inkább. Az állatoknak megadjuk ezt a sült húst. Az annyi. A Phoenix-tel mondjuk azt megcsináljuk, hogy égetem a vasat, amennyi inventória van. Hát igen, csak az a baj, hogy az ott vagyunk, nem adunk neki szurfúrt, akkor csak lesz. Van szurfúr. Hoztam, de közeli etetőbe kell rakni. Ez a bajom ezzel az izé Phoenix, hogy beleraksz egy... Egy stack vasat sem bírunk belerakni. Hát igen. Mindegy, elégedgeti. Hozok szulfurt, mert ott hátul van az etetőbe. Ez nagyon brutálisan kenni. Melyik etető éri el a főnixet, azt hiszem ez. Nézzük csak, ez az etető eléri a főnixet, hogy van, show range. Aha, ja. Overange. El kell menni majd sulfurt farmolni. Most mennyiség ez a házőrzőkből jöttek? Még két perc. Nem, azt még én farmolgattam a húst. Yeah. Meg hát ugye majd a hússal se lesz problémánk, mert hogyha beindul a pingvin farm, ugye akkor izé lesz. Láncfűrésszel aprítani fogjuk, nem csak a polimert, hanem hogy a húst is, meg a bőrt. Úgyhogy nem lesz a gond. Meg hát majd birkát kell fognunk. Jó, ennek jól lement a kajája, van még tej. Van. Bármilyen az a 8. De adjad, mert úgyis megromlik a tej. Azt akarom, hogy mondom... Ó, lett már az oszkrály. Hozol az enyémnek is egyet. Uh-huh. Vetetni kell velük, majd hozunk még tejet holnap is, hogy tudom én, amikor... Szerintem egyesével fogom csak kiadatni, mert fölösleges ennyi tej, 10-et áthozzak. Addig, amíg nem bírom megoldani a stackkelést. A légi vadász mi lesz? Hol fogunk menni? Fölmegyünk a havasba. Az jó, mert ez 20 perc, azt imprintelni kell, mert akkor elkriózom. Elkrióz, de hálózsák ugyanúgy. Ugyanúgy hálózsákban ide-oda. Persze. De most megnézem, azért biztos, hogy 20 perc. Tehát biztos, hogy 20 perc. 17 perc, 43 másodperc. Jól van, akkor most van 44, akkor 9 óra. Jól van. Na okosan, vadász, mit kérsz? 10 másodperc. Eljön, egy öleléssel le tudjuk ezt a dolgot. Már gondolod, aha. Ahol sétálni akar a lelkem. Nagyon jókat húzott. Follow distance-et levesszük egyesre. Azt akkor gyere. Beadhatná.
Na, hova akarsz már sétálni? Na végre. Azért ennek mondjuk így örülök, hogy 100%-os imprintet megkapta. Mi történik? Semmi, sétáltatom ide, mert most már ugye neki csak föl kell nőni. Hát most már neki csak kaja kéne, igen. Hát az már van, már magától eszik az etetőbe, úgyhogy ő vele már nem kell nagyon foglalkozni. Úgy szépen maradjál itt, pihengessé. Biztosan, biztos kapsz az inventoridbe egy kis süthusit. Meg egy kement, egy grillből veszem ki. Hoppá. Kemény ez az ipari grill, ahogy süt, hallod. Az öcsém ilyen másodperceként darálja a húst. Nagyon. Hát mert azért kéne ugye egy... egy jó, jó képességű giga. Azt akkor lehet nyomatni a mítránt. Mítránt. Jó, én meg vagyok igazából. Hús van nálam. Ruha van nálam, altatót vettem ki. Várjál, Biu, ha már úgy is megyünk, bár úgy csak el most polimer semmire. Ez egy narkó, krió, valami. Krió, az mondjuk nálam van. 2, 4, 5, 6, 7. Ez elég, jó, ez elég. Bőven elég. Altató lőszer van nálam. Hús van nálam. Sült hús ugyan, de van, meg úgyis majd ott másnap megölünk egy-két pingvint. Hát meg valamit. Menjünk, pont nappal van. Hálózsák van nálad? Na, majd szerek hozzá izékel, már csak bőr. De a fiber van nálad, mert az ugye olyan helyre megyünk, azt, hogy... Nem. Azt most szedtem ki, az van nálam. Ja, te vezetsz, jó, akkor mennyi? Nem, én megyek ide a hátsó ülésbe, mennyi? Én jövök ide a hátsó sorba, én itt el vagyok, itt elcsillezgetek el. Füstölgetek el, szopogatom itt a nedvességemet. Nőstényekre kell rámenni. Most mire menjünk? Most pingvinre? Pingvin. 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 Ruhát hoztál? Magadnak? Hoztam. Igen, ott van. Altatót? Az is van. 120 darab. Mondom 204. Úgy de durva ez a szörmerúha, mint egy hóember úgy nézett ki, mert fel is csaptam. Majd mindjárt szó, hogy melege van. Bizony, hogy mindjárt átérünk a havasba. Tetőben majd a sült húsokat be kell rakni. Kilép. Hát pont jók is leszünk szerintem, a live végére meg lesz az, amit tudom én, hány darab pingvinünk. Igen, csak annak csinálni kell valami kutlicát. Izére rakjuk úgyis, a Oviraptor összeszedi a tojásokat. Lehet, hogy bedbasszuk oda őket, ahol az Oviraptor van. Az is igaz. Mert utána úgyis a kis pingvineket kell emészárolni, nem kell hagyni őket főnőni. Kikeltetjük őket, egy kicsit növekednek, a klém aztán dara. Nekem nem is kell a havas ruha, hallod. Felvettem, de mindjárt leveszem a poénból, megnézem, mit csinál. A 140-es fortival én itt olyan jól el vagyok, mint a befőtt. Mondjuk a sivatagi ruhának annak van izé védelme is. Na, azt mondja, te mi vagy? E-mail, hát te pont kell lesz nekem. Alszik? Nem, Malek. Hát. Az meg egy Malek. Lelőtted, lelőtted. Mindent is. Ó,
Nem nézette. Belehalt, sérüléseivel várjál szem. Igen. Annak izét, a szét kell kapni. Meghalt. Várj, ezek szoktak Prime-ot adni. Na, adnak. Jaj. Ők betimeljük őket rendes hússal. Lad? De az most milyen? Az most mit tudom én? Ez mi van? Ezzel mi van? Ez döglik? Döglött. Ez adott Prime-ot. Az egyből egyel főket, hallod? Az anyádat megetted a húst. Mocskos szuka. Erik, vagy baby. Azokat is lehetne főnőnek nekünk. Addig egy nőstényünk van. Egy nőstény? Jóba. Egy fiú. Egy fiú kéne. De azt hiszem, az talán az pont alszik. Most már biztos fog egy. Mi az anyára? Itt van egy fiú is. Úgy nem elélődtél. Megvan a másik fiú. Ne dobd ki. Szóval dobtam ki. Van, nem dob. De kidobtam. Itt van. Akkor most már csak a csajokra megyünk. Az jó, mert itt van egy csáó. Vagy 60-as, mindig. Akkor ne, akkor azt adunk neki húst, ezt hagyj jöjjön. Hát van benne, most tettem bele. Prime-ot? Csak... Nem, simát. Annál a Prime. Van, adják a hát pingvinek. Még valahol. Feljebb kell menjünk. A kicsiket is föl tudjuk nevelni otthon. Hát én most behoztam egy kicsit, úgyhogy. Ez a legegyszerűbb ügybe. Főleg amik már így esznek maguktól, ez is fiú, nem baj, majd otthon levágjuk. Csak kriózd el. Csem, 90-es pingvin lett, hogy csem. Boa, de nézzé azé. Hogy fogom szeretni őket a házba, ott fognak ugatni. Az ugatni. Te leszel a tenyészkon. 90-esként van még valahol valami? Erre már nincs itt közelben, szerintem van mindent lemészárolhatunk. Hát megyünk oda szembe túloldalra. Van nálam egy pár krió, meg hogyha úgy van a fiúkat, majd még tudjuk likvidálni. Hogy itt megöljük, azt ennyi. 14-es fiú, ezt így 5-ös fiú. Van itt, amit ő meg lehet válni. Igen. Na majd inventorizok később. És mesztelen van már megint. Igen, mert azt nézem, hogy mondom, lemegy a HP, vagy nem, de nagyon minimálisan megy lefelőttet. Jó, felöltözök, nem mondják azt, hogy... És akkor mi kell? Nőstény? Nőstény, female. Te ki vagy? Female. Boom. Pöf. Van nálatus? Van. Talszik egy. Female. Hol van? Ott lent, ott, ott. Te ki vagy? Fenn van-e? Álljál meg. Hölgy!
Pöf. Na, összeborulsz. Nem, szaladsz. Pöf. Fiú. Itt van még egy nőstény. Ilyek. Ja nem, ez male, ezt hagyjon, ez nem kell. Ez milyen? Öld már le a mélt. Akkor azt lecsapom. Kéne hús. Ez nem csak simán tettek, kívül. Állj már meg. Ez is male. Erre már majd most lassan, ugye csinálok egy inventory assistot. Azt mondja, hogy van itt egy fiunk, jó? Ja, hogy te mi vagy, te is fiú vagy, akkor te meghalsz. Ez lány. Jó. Ez lány, úgyhogy ő marad. Ez ilyen lány, ő megint csak megmarad. Ja, ez már miénk. Kéne hatosom. Várj, ezt a kettőt itt meg kell ölni, amit most kidobok. Várj, az mi? Ne, állj meg. Tönéztem. Ne őd meg. Még kell. Én már darálom. Láttam. Nem azt mondja, ezt kell kidobni. Ez halhat. Az dara. Igen, az fiú. Ott egy másik is. Fogok én itt kínlódni veletek. Arrid a pisztolyt, tecsém. Van még valahol? Jó, azt mondja, hogy ez is csaj, meg ez is csaj. Vagy két krium van. Valahol még tímelődik egy, nem? Vagy... Nem? Nem. Ez most mi? Van egy kis future. Mi? Kidobom, kidob egy táskát. Igen? De én felveszem, akkor egy kriót mutat. De nem, az egy lelket mutat. Az új állatot, lélek. Azt a... Üzét kell... Au! Azt tudod tímelni, azt a oázis-szauruszt, ilyen lelkekkel. Igen. Ilyen is van benne. Micsoda? Úgy van, hogy minden magasabb kell legyen a HP-ja. A léleknek. És annak az állatnak, amiből a lelket szeded, és van az oázis-szaurusz tetején egy ilyen út vagy mi a tököm, egy ilyen tó, egy pocsolya, abba kell beledobni a lelket, úgy kell tímelni, és akkor a kesejük jönnek, azok támadnak, és azokat kell, úgymond meg kell védjed maga izét, és akkor két vagy három körből be lehet tímelni. Van még két krióm, hova menjünk, ott vannak még a homik környékén. Van egy, az milyen? Bárány, az is kell. Bárány? Hol lesz bárányt? Itt van velünk a bárány, ott van előttünk egy bárány. Ez nem bárány, ez megalaszarosz. Nincs oda! Humor a távcsövő. Az megalaszarosz. Oké. Fiú. Tényleg nem bárány, bazd meg. Akkor jó az itók, amit iszok. Te mi vagy? Ez is fiú, akkor menjünk. Jó, ott van még egy a...
Azaz. Male. Ez female. 30-as female. Ez lesz a legjobb. Sima le. Majd a mamut mindjárt. Bele a vízbe. Ha leír a földre a lába, mielőtt kialszik, akkor nem fullad meg. Még egyet kéne, de hát szerintem bőven elegek vagyunk, mert van itt azt mondja, 2, 4, 6 nőstényünk lesz. Ez elég. Azt csáó. Vissza is érünk, mire be kell izélyed, de pont 9 van, de... Én pont most kéne. Minden? Jó, hát egy kicsit kibír. Kötelező lesz neki. Van egy izé timer, hogy... Ami után... Aztán ugyanannyi idő a... Ugyanannyi időd van imprintet adni neki, mint amennyi... Időnként kér imprintet. Az már úgyis meg lesz a mar. Még egyet kell, hogy egyen. Full láncfűrésztő. Mit fognak kapni a ti kölykeitek? De mehetünk is. Régen itt lakott a dombi, akkor még a sázott. A fehér Rex meg mindig életben az, az még mindig ötös. Az már úgy is marad. Ne kár érte. Majd lehet, hogy még pörgetem majd őket. Lenne egy 150-es maxos fiúlány. Mikre csergetettük volna? Otthoniakat azért hamar lepuffantanám azért. Ja, X főfel akarok menni. Még az a fekete-zöld, az se néz ki rossz itt a szomszédságba. Csak. A hasa alja ilyen UV-zöld. Mennyi az? 300-as. Már breedelt. Az már nem a szerver szülöttje. Nem. Hát attól függ mondjuk, hogyha már szintezett, akkor lehet annyi. Vagy egy 150-es... Ő is 150-esen befog jönni. Befogod, az 225-ös lesz. Igen. És 88 szintet tudsz ráadni. Áj, ez az építmény. Mondasz. Aki nem látja. Ez nem jó. Na. Küldetés teljesítve a mai nap. Ennyi, easy peasy. Úgyhogy azt itt easy belehoztuk. Barlangáztunk is. Pingvineket fogtunk, ezeket most bekapcsolom szaporodni valamelyik sarokba. Good wall. Gyere, haver, gyere, ez a múlik. Sétálni akar? Gyere. Gyere. Én nem vettem azt a szart, na mindegy. Gyere, hát. Hova szaporíts? Tudod, hol fogjuk? Nem tudom, hogy összeszedi olyan magasról a tojásokat a izé, a Oviraptor. De hát ez kurva gyorsan kiderül. Fönt ledugatom őket.
A teraszon fognak szeretkezni a pingvinek. Igen? Persze, hát ilyen romantikusan ott a izébe. A tetőteraszon. Annyit vagytam az ajtót. Ha már csináltuk ezt a szép galériát itt fönt. 63%, jó. Gyere vissza. Sárkány koma? Azt szépen ledobtam. A pingvinek nem fognak az emeleten szaporodni, mert nem akarnak önmaradni. Kidobtam, azt leesett a földre. Jó, mondjuk ezeket itt tudom kézzel rakosgatni. Hova tegyük őket? Ide berakjuk a kibogarak mellé. Úgyis haszonállatok lesztek. Akárt összegyűjtenek ezektől. Önökes újra. Neked még föl kell nőni. Eszel magadtól? Eszel magadtól, jó. Sült hús hozol majd, vagy raksz mindegyiket a tőbe? Kérlek. Ez is choice-i. Várja, mert ezeket meg be kéne kapcsolni, hogy itten akarják egymást. Te is kicsit, te is szeretkezzél, majd ha belenősz, itt addig megtanulod, hogy hogy kell. Ez a tenyés csődör. Tenyés csődör. 29-es. Oda né, már adja is a csajoknak. Ennyi, de jó dolga. Na erre viszont ezekre úgy, ahogy van, úgy kell fütyüljek egy passzívot. Remélem most a kintiek nem fognak passzívot kapni. Mennyi idő itt a szeretkezés? Olajat termeltek már bogaraink? Már nem sokat, de már van bennük. Azaz. Ugye a szex, sok szívecske. De a ridatógát akkor nem lehet szaporítani, mi? Állítólag. Papsi azt mondta, hogy valahogy lehet, csak kibaszott bonyolult. Vagy legalábbis neki úgy rémlik, mint a lehetne. Kéne nézni, mert nemetek fiú lányunk van. Igen. Na
Mindjárt megnézzük itt a kinder tojásokkal, mi lesz. Mivel minden is főd, hát főként egy szedje izé. Virátor. Föl is szedte mindet. Jó. Mi megvan az automata? Ott is van 2-4. Ezt az oviraptort egy kicsit kijebb húzom, mert annyira be van rakva ide. A rexek egy kalimpálnak a farkukba. Farkukba, igen. Közelebb kell hozni ide a izéhez ő kegyelmét. Csak szerintem nem fog megmozdulni. Az lehet. Mennyire tele van tojásra. Nem, elméletileg meg kéne tudjon mozdulni. Nem van fütyülve. Following Red Wolf. Ajj. Utoltad, barát, gyere csak. Gyere. Te hol lett a Rex tojás? Lehet főszedte ez a dög. Felszedte az oviraptor? Az jó. Ja, megnézem. Aha, visszaszedte. Addig kiér a range-e. Ezek szerint? Vagy most, hogy mikor kihoztam ide, várjál. Mert elmeteg kimértem, hogy elmeteg... Nem kéne, hogy főszedje. Ha igen, akkor arrébb kell rakni ezt a dobozt. Már most kihoztam tőle. Igen, lenne. Szerintem, amikor kifütyültem. Na, nagyon kihúztam. Te még ma kikelteted ezt a Rex tojást? Nem, csak megnéztem, hogy mondom, mi van rá. Te, hogyha mennyi? Egy óra hosszú, hogy mennyi? Mennyi? Mit tudom én? Mennyi ez? Egy óra. Egy óra, 3 perc, 4-10, hát még lehet. Lehet. Még lehet. Na. Jó van, hát én a live-ot lelövöm. Lehet még ezt a 40 percet a sárkánynál én is megvárom. Aztán... De azt már nem live-olom le, mert az úgyis csak afkolás lesz a bázisom. Hát az már annyi. Ezt itt elbeszélgetünk a Binyúval, még egy imprintet ráadunk a sárkányra, hogy maxos legyen, de hát ugye... 19%-on van, és annyi tejünk van, amennyi van, biztos, hogy nem várom meg, hogy felnőjön, mert még az... Szerintem kurva későn lesz, mire fölnő. Ez már nincs hát a sárkánynak, még meg 2,5 óra. Egy. Körülbelül annyi tejünk is van, hogy 2,5 órára, úgyhogy... De mielőtt elfogom, ezt a 40 percet én még megvárom. Mielőtt elkriózom, megetetem, hogy maxos legyen neki a kajája. Aztán majd kicsit itt így upgrade-elgetünk, meg úgy tudom én, aztán ennyi. És srácok, ennyi lenne az árk egyelőre. Nem lesz ez rendszeres, mert inkább a Finuval szoktunk játszani, csak mivel hogy most ő nincs, és tegnap meglettem szólva Fecó által. Igen. Úgyhogy ezért volt árk stream. De lehet, hogy majd még az üvegházépítést azt majd lestreamelem. Majd. Lássátok, hogy hogyan építek, hogyan küszködök, meg hogyan OCD-zek. az egy gyötrelem lesz, úgyhogy arra mindenki úgy készüljön fel, hogy egy üvegháznak a megépítése minimum egy 2 óra hossza. Alsó hangon. Alsó hangon a dekorációkkal, meg mindennel. Meg hát ugye elméletek ide előrefele még azért szeretnék, ahol most itt az Allóink randaríroznak, úgyhogy itt még lesznek építkezések. Egy baby Therizinosaurus. És jön az apja. Hát akkor az ott lerendezik. Hallók ezt. De azért rám baszott egy olyat, hogy eltört valami, mert... Ezt megölik a kicsit is. Ezek nem normálisak. Azok mindent. Azt még rendesen ugrik az alma.
Ügyesek vagytok. Na hát így működik az automata tisztogatás itt, meg a húsfarm. Nem olyan hüde 100%-os, de szedik legalább. Jobb, mint volt. Hát figyelj, viszonylag jól összeszedték itt a dolgokat, úgyhogy ezt én így be is viszem kisütni. És hogy igazából az allók azok tényleg erre jók, semmi másra az ég egyet a világon, én szerintem. Így összefütyülöd őket, hárman vannak, kapják a meat boostot, meg a mindent. És igazából itt tisztán tartanak mindent. Plusz mellette szedik a húst. Itt mindegy, itt lesz majd még egy jókora a kerítésépítés, meg ide való egy üvegház, meg mit tudom én, úgyhogy na. Majd akkor az megy egy streambe, azt nem off-stream szint csinálom meg. Most ja, ez azért volt off-streambe ez a háznak az építése, mert ez egy nagyon nagy projekt volt, itt nagyon sokszor kurva anyázás volt. Úgyhogy ez azért volt így, meg megmondom az igazat, hogy nagyon sokszor szégyen nem szégyen kellett, hogy repüljek. Nem az volt, hogy God mode-ba voltam és mindent lebírtam gyártani magamnak, hanem az volt a lényeg, hogy a fly parancsot használtam. És ugye azért nem akarok úgy streamelni, hogy itten flyolva építkezünk egy szerverem. Ezt én így megengedtem magamnak, de itt a tetőnek az építése azért eléggé egy olyan szakasz volt, amihez itt ezt natúrban nem nagyon lehetett volna megcsinálni, úgyhogy ezt így férfiasan bevallom, de minden egyes eleme ki lett farmolva. Úgyhogy hát jelenleg így néz ki a kis moduláris épületünk. Ami egy valódi épület. Ami egy valódi épület, így van. Egy létező. Egy létező épület. Hát majd még át lesz festve. Ilyen téglamintásra. Garázs nem lesz szegér. Igazából itt lesz egy nagyobb udvar, ahova ki tudjuk rakni a nagyobb állatokat, de javarészt mindent krióba, szóval mindenkinek ugye minden szobában van mindenkinek egy saját kriopodja, egy kriofridzse, ott tudja tárolni a saját állatait. Hát a gigákat ugye azokat benn nem fogjuk tudni szaporítani, úgyhogy ők kint lesznek majd itt az udvaron szaporítva. Hát meg ugye, hogyha odáig eljutottunk, hogy sárkány szülők meg lesznek, mert ugye ezek most csak nagyon kezdő sárkányok, akkor ők. Mert hát a rexeket azokat hál' Istennek bent tudjuk szaporítani, elférnek bent. Úgyhogy ők ott lesznek szaporítva, aztán ennyi. Meg ugye azok az állatok, amik ilyen haszonállatok, de lassan azoknak a szaporításával leállunk. Mindenki fog magának keltetni úgymond egy ankilót, egy doedikuruszt, meg minden szírszart, és akkor ugye saját imprinttel jobban tudnak farmolni, de maximum ennyi. Argentaris az egy fogyóállat, úgyhogy az ott folyamatosan szaporodni fog. Szerintem majd oda föntre a galériára valahogy elrakunk terrákat. Azok is ilyen masszív breeden itt lesznek, ugye Oviraptor az itt gyűjti a tojást. A rexekből lesz majd valami normálisabb, szerintem, biztos. Majd ki fogjuk pörgetni, most ez arra jó, hogy így egy ilyen kezdő rexeink legyenek. Meg egy megaterium, de hát ugye az nem masszív breed, mert az eleven szülő, úgyhogy az egy másik project lesz, amikor ugye a Pók bossra megateriumot sárkányra szerintem a Terézinót kéne vinni, a majomra pedig Rexet. Tekkévre szintén Rexet. Ugye ez a tax. Rex szaporítás 1000-rel. A többi az ilyen lassabb gőzerővel. Meg hát valami barlangászós állatok majd fognak kelleni. Én a Terrorbirdnek vagyok híve, mert azok teljesen jók, csak majd valami nyerget kell rátalálni. Vagy bizniszelni. Úgyhogy... Egér, te láttad a felső részt? A szobákat milyenek lettek? Jó. De fölmegyek a szobákhoz, ott fogok elköszönni. Binyu megint fönt hagyta a liftet, vagy én voltam? Én fent sem voltam. Vagy én voltam.
De igen, mikor fölvittem, hogy a pingvinek majd fent fognak szaporodni. Itt lesz az elköszönés, srácok, így megállunk itt szépen, befordulunk egy pozícióba, fogunk egy K betűt, azt nem nyomjuk meg. Úgyhogy kigörgözünk, ott a golyóimon lángol a fákja. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Aki nem bírta ki, az majd YouTube-n vissza tudja nézni a vodot. Úgyhogy majd lehet, hogy még lesz szárk. Egy építkezős live-ot majd még csinálunk. Sziasztok, köszönöm, hogy itt voltatok. Ali, Ali. És most benéztem a lábam közé még így elköszönésre. Tudják, hogy mi van. Ennyi. We need to leave that system immediately. What is the status? The element infestation is in critical stage and the ship is under attack. It's impossible. Captain, we are running out of time. I know. Access granted. Welcome on the board, Captain. How long did I sleep? After the Arcane Genesis project has started, you and your crew put in the quiet sleep. How long? 262 years, 58 days, 7 hours, 26 minutes, and the last seconds. Damn. Call Earth HQ. Now! Captain, Earth is gone for a long time ago. After they have launched the survival protocols, the planet fell against the Armor. Only these ships are remaining from the human race. And the Arcs. It cannot be real. I'm sorry, Captain. They did it. Attention, eliminate on multiple areas. Dock systems eliminate. Element infestation detected. Where do you want to go? Do you think you can just leave? Captain, we need to jump, and we have only one chance. The element is infesting the hyperspace engine. One turn. Put that damn map on the screen, now! Pathfinder protocol has initiated. Accelerator rings has started. Dock system 432.14 is manned. Visualization. 3, 2, 1. Where the hell are we? Computer, show me only the habitable planet. There is only one planet is habitable, Captain. F-3204. There is no information in the system database about the planet. Only a note. It's called Gerthopia. Gerthopia. Interesting. You can't hide from me! Computer, launch the hyperjump. Destination Gerthopia, now!
Calculating super jump sequences. Detection. Hyper jump reactors at setting up. Attention, reactors are overcharged. Neutralizer. 3, 2, 1. Captain, there are millions on that ship. If we fail with that planet, it could be the end of the human race. We will not fail.